Élőben a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balondjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! Jó reggel, kívánunk 6 óra után 14 perccel, már ilyen késő van. Hello Feri, hello Jani, hello, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk szeptember 4-én. Nap is későbben kell, mi is kész. Így is van, igen, így is korábban van. Nyugszik. Korábban nyugszik. Hallod, már ilyen mikor? 4:09-kor? Nem, 4:08-kor. 4:08-kor már elkezd sötét. Igen, 8:08-kor már sötét van, én tegnap is azt láttam. A megszokott időpontban kimentem füvet nyírni, és így néztem, hogy mi van, megvakultam. De hát, hogy vasárnap ilyen, este? Hát ilyenkor szoktam. Igen. Ez milyen ilyen kellemes kispolgári program, nem? Ez az a fűnyírás. És hogy örülnek a szomszédok a vasárnapig. De nem, tudod, csomóan mennek, ez egy ilyen hétvégi, leveszi a pólót, lenyírja a füvet, és ez egy program. Ez egy ilyen kellemes, ilyen hát szép is az utca. De kín is írod? Kín is írod? Persze. Az utca előtt is? Mit? Már hát az hogy utca, ja, hogy úgy az utca, azt hiszem az utca. Ja, azt nem mondom, tolod az utcán, a kalappal a közös területeken is letolod. Igen, és néha lesöpröm az aszfaltot is. Jó, szépek a kertek. Ja, persze, aha, persze, jól is néz ki. Nem valószínűleg az lehet, hogy tudod, hogy tiszta udvar, rendes ház, nem? Köszönöm szépen. Kicsit hajtok el a kis komcsi tábláról, tehát hogy jól lenne, hogy mindig nálatok a kerületben van még? Á, nincsen, de van, ahol fennmaradt. A régi. Fennmaradt a régi, és ez tök jó nézegetni. Mindig hajtottunk rá, de vagy soha nem jött össze. Most már csak a virágos kert. Tért programban tudsz virágos részt venni. Kert, van, ilyen. Van, és az is verseny. De ott az egész kerületnek kell nyerni, tehát mindenkinek kell virágot ültetni. Tehát nem tudom. Ez nem annyira fog szerintem összejönni, ahol két kutya van, ott lehet sejteni, hogy ott aztán teljesen. Tehát, hogy ez így, amikor megkérdezed a kertészt, hogy mikor lesz szép gyepem, Sanyi, akkor azt mondja, hogy majd, ha nem lesz kutyátok, akkor. Tehát, hogy így, hát ez, igen, a kutya azért az oda tesz. Ez így megy. És a kakil azért azt tud büntetni. Hát még kapar, meg rohangál össze-vissza. Igen, aztán igénybe veszi a holland pázsitot. Figyelj egyébként, arra annak nem lenne baja. A holland pázsit. Most a hétvégén voltam. A hétvégén voltam Alsósörsön, és ott abban a kis kikötőben, meg kikötői hotelben, ez a holland pázsit volt. Az egyébként nagyon jól néz és ki. Ilyen, én nem tudtam, hogy a holland pázsit az... Az műfű. Az műfű. Persze, és mondtam ide, hogy ki volt rakva, hogy holland pázsit. És akkor mondom, milyen lehet ez a holland pázsit? És akkor mondta, hogy meg akarod simogatni a holland pázsitot? Mondom, ja. Mi van itt? Tehát meg lehet simogatni a holland pázsit. Ki volt rakva egy ilyen tábla, és volt rajta 10 féle ilyen mintra kirakva. Brutálok, és hogy oda mehetnél, és akkor végig simogathatod. Igen, olyan aranyáról van négyzetméteret, de brutál. De lebukszem vele, tehát hogy lehet látni. Látod, igen, de nem kell locsolni, nem kell vágni, és olyan, mint mindig rövid füved lenne a kertben. Nagyon igen. Sokan rakják már teraszokra is, kertekre is, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyen látom. Igen, ilyen szeretik el, viszont nem gazosodik, nem kell nyírni. Nem jön a vakondalattal, nem kell nyírni. Brutál, nálunk lent Balatonon rengeteg nyaralóban van lerakva már. Hát tényleg a legalja. Ah. Tehát, hogy a balatoni nyaralódba érted. Nagyon sokat látok. Műfűvös sétágat. Ne kell vele semmit csinálni. Se nincs vele gondod. Állandó zöld felületed van, nincs vele gondod. Skorolsz a kertészel. Porolod, vagy mi vagy. Be, hát esik az eső, és az letisztítja. Ja, mert valószínűleg ez az anyag, amiben bele van dolgozva, ez gondolom, ez egy ilyen pórózus anyag, ami átereszti a nedvességet. Valahogy ki van azt a láva, gondolom. A csorog, persze, hát valahogy megállna. Valahova a vizet azt el kell vezetni. Igen, igen. Ez jó volt, mondom. Ja, és tök jó, mert rögtön tudjuk egyébként, hogy melyik a holland pázsit, mert Tira imád az ilyen friss gyepeken hemperegni rögtön. Mindig szoktuk neki mondani, hogy gyepmester, tudod, rögtön oda megy, elhempereg benne. Hát nem. Ha odaszalik is, mi összeszedjük. De hogy rögtön egyébként, ahogy kiszúrja a füvet, rögtön megy oda, hempereg is imádja. És egyszer meghempergett egy ilyen holland pázsiton, és látszott rajta a zavar. Tudod, így hempergett rajta egy kettőt, és látszott rajta, hogy nem ugyanaz az érzés, így felkelt, és látszott rajta, hogy ilyen valami kis zavar van az erőben, hogy nem érti, hogy valamiért valami ez nem a fű olyan. Nem olyan fű, és azóta egyszer sem láttuk műfűön hemperegni. Mert szerintem a műanyagtól föltöltődött a kutya. Igen. Igen. De jó pofa egyébként. Ja, szerethető. Én gondolkoztam rajta, hogy egy-két teraszra leteszek ilyet. A terasz még oké, arra azt mondod, hogy
és azt akár egyébként meg lehet ilyen paneházba is csinálni. Mm-hmm. Társasházakban is van már egy csomó ilyen terasz. Hogy az persze. Rendben, mert ott nem tudsz rendes füvet, de ahol egyébként van talaj, van víz, van, tehát ott nem nagyon értem a amikor Lőrinc, ami kertáros, hogy látjuk valamelyik utcában volt, tehát amikor le van rakva, és akkor olyan, tudod, ilyen tök fura az egész, hogy így műfű az utca előtt. Igen, de mégis gondolod, hogy zöldet látsz, és nem betont. Tehát, igen, nagyon sok helyen szép. Tök igazad, a betonnál százszor jobb. Hogy igen, hogy nem az, hogy ott van. Annál biztos, hogy jó. Hanem, hogy zöld, optikailag is más. De hogyha mondjuk egy ilyen gyephézagost raknál, ugyanúgy meg lenne a parkolási felület, és valami kis természetesség lenne benne. De hát de meg lehet érteni, tehát nem megkézem most azokat. De meg a parkolás miatt akarod, vagy amiatt nem akarsz füvet telepíteni, akkor két ilyen betoncsíkot kihúzod. Tök igazad, csak nem úgy, hogy a beton, meg a fűnek a keverék, ez az ilyen, igen. Ja. Nem rossz az se rossz. Abba is van egy kis zöld. Úgyhogy, de nem kell vele nagyon sokat gerebézgetni, ez biztos. Kevesebbet nyírnak füvet, mint én, az 100 000. Az tuti, igen. Igen. Azt mondja, nagyon melegszik, ezt én nem tudom, mert nincs tapasztalat, hogy nyáron nagyon felmelegszik. Hogy 38 fokban már nem sétálsz rajta. Nem tudsz éget. Nagyon sétálni rajta, mert éget. Ez az olyan. Lehet, de aztán már kitalálták azt is, már van olyan anyagból, ami... Hűtik alulról. Hogy hűtik alulról, vagy mit a meg... Hűtött műfű. Tök olcsó lenne, légkondicionált műfű. Igen, vagy megfejtették, hogy lehet a hőt elvezetni, nem tudom, biztos. 10 000 per négyzetméter áron már. Ja, és 20 pénz extrát lehet. Melegedésmentes. Igen. Miért nem telepítesz robotfűnyírót a kertbe? És akkor nem kéne. Mennek egy program még, szerintem. Még nem. Tehát, hogy a kutyusok miatt nem lehet megoldani. Tehát, hogy tudod, nálunk változik a felület. Tehát, hogy folyamatosan. Jó, értettem. Levágja azt is. Ennyi. Bedarálja. Változik a felület. Szétsopja az anyagot. Tudod. Egyrészt meg ugye kapar, meg mit tudom én, tehát hepeupás, egy kicsit olyan rengeteg rohangálás meg miatt. Tehát valahol fennakad a fűnyír, tehát annak azért kell. De egyébként a robotfűnyír az zseniális. Miskolcon van, illetve Diósgyőrönben van egy nagyon jó kis hely, ahol szoktunk járni, és ott ez van. Ott láttunk először ilyet, és mindig néztük, hogy ilyen gyönyörűen le volt vágva mindig. És kérdeztük, hogy fia, ennyit foglalkoztak a gyepre, és akkor mondták, hogy nem Robika. Mi. Robika. És akkor éppen akkor állt ki a dokkolóból, tudod, és elkezdett ott menni jobbra. Brutáljok ezek az utcák. Nagyon, én imádom a ilyenket. Nagyon szuper. Megy, programozható. Akkor csinálja, amikor nem zavar. Menő, tényleg jó. Igen, bár most pont a kékzónással, vagy a kékzónákról szóló dokumentumfilm sorozatban láttam például, apjál zseniális. Na. Megnézted? Hát, nagyon tetszett. 4 rész? 3 rész? Hát azt hiszem, hogy 4 rész. 4 rész lehet, de így, igazából így elég jól kivesézik a témát, és azt is, hát most nagy titkot nem árulok el, tehát nem spoiler az egész, hogy létrehoztak egy ilyen mintaprojektet az Egyesült Államokban, hogy különböző helyeken, különböző városokban, elsősorban a kisebb városokban bevezették az ott tapasztalt, a kékzónákban tapasztalt dolgokat, életviteli szokásokat, táplálkozási szokásokat, stb. És a felmérések alapján évről évre hosszabbodott meg a várható átlag életkor pont emiatt. Elmagyarázták az amcsiknak, hogy kéne csinálni? Igen, pontosan. És erre önként jelentkező van? Tehát, hogy így körbe telefonálnak? Persze, megkeresik őket. Jó napot kívánok, akkor már most kék zóna leszünk. A fickó, aki készítette ezt a sorozatot, már több mint 20 éve kutatja a kék zónákat, és ő kereste meg a helyi önkormányzatot, érted? És bement, becsöngetett, azt mondta, hogy jó napot kívánok, itt vagyok én, 20 éve foglalkozom ezzel a dologgal, itt vannak a kutatási eredményeik, nézzék meg, akarnak-e hosszabb ideig élni, akarnak egy 2, 3, 5, 6, 10 évet hozzátenni még az életük közé, és főleg úgy, hogy egészségesen megélni ezt a kort. És akkor azt mondták, hogy vágjunk bele. Csomóan nyitottak voltak rá. És gondolom, ott mondták, hogy ne legyen automata fűnyírót, hanem kasszáj. Nagyon sok ilyen okosság van. Ugye Amerikában ez az autó nem csak státuszszimbólum, hanem ugye gyakorlatilag az alap közlekedési eszköz, óriási autópályák vannak, egy másfél-két órákat utazol a külvárostól a belvárosig a munkahelyre, és emiatt rengeteg zöld területet, meg rengeteg járdát, meg rengeteg bringautat, meg ilyeneket megszüntették, illetve nem is építettek, mindig autóval jár. És ugye a sorozatnak, vagy ennek a kutatásnak ez is az egyik alapvetése, hogy ahol például, nagyon jó példára Szingapúr, ahol mondjuk 2,5-szeresébe kerül egy autó, mint mondjuk az Egyesült Államokban.
És nem azért, mert ennyivel drágában jutnak hozzá, nem, hanem a kormány így ösztönzi az embereket arra, hogy tömegközlekedéssel járjanak, illetve kerékpárral. Meg akkor itt a idazítani kormány, akkor arra akar minket rászoktatni, hogy ne vegyünk tejet, kenyeret, cukrot, meg... Ne fűtsünk, ne világítsunk. Itt az igazság. Itt az igazság. Ugyanaz, mint a szingapúri kormány, azért ilyen drága kenyér, hogy ne egyetek kenyeret. Mert az szénhidrát miatt nem élsz sokáig. Azért ők már kék zónán. Ilyen drága az öblítő, és másfélszeres ára van mindenek, hogy ne mossatok. Ne használjatok cukrot, ne használjatok gázt, villas semmit. Szeretnétek sokáig élni? 27%-os áfa. Ezen analógia alapján akkor minket is erre szoktat a pártus kormányunk, nem így van? Ne szennyezd a környezetet, nem fogyasztasz, nincs baj. Minden drága nálunk, hát akkor értjük. Hát akkor itt elmögött ez van, hát nem ügyekezek, hát olyanok, mint a szingapúriak, érted? Mi drága kenyér? Ne egyék kenyér. Igen, a szénhidrát nem jó a szervezetnek. Tovább tudsz élni, tovább tudsz dolgozni. Jó, de a cukor is, cukrot se egyél. Jó, de a teát se igyál. De a zöldség, az egészség. Igen, az zöldség. Is drága. Nem, ez a zöldség. De túl sokat tesztek belőle, az meg azért drága. Nem hülyékezek. A Szingapúrban egyébként azért is csinálják, csak kapcsolódva egy pillanatra, hogy nagyon kevés a parkolóhely. És állítólag ott van a világ legdrágább parkolóhelye. Igen. Egy utcai parkoló, tehát írd és mond, beton, fehér csíkkal fölfestve, és valami, nem tudom, hány milliárd forintért vette meg valaki azt a parkolót. Magának? Igen. Igen. A betyárját, azért az elszállnak kell lenni. Ahhoz elszállnak. Mert hogy köröznék inkább a ház előtt párszor este, amikor az, amelyek... hely. No. És csak akkor vehetsz autót, ha van parkolóhely. Ja, értem. Egy csomó ízét így oldanak meg. De Szingapúr egyébként egy nagyon jó példa arra, hogy ez nem csak az olyan ilyen a világtól eldugott helyeken, ilyen, mit tudom én, Szardínia, meg Ikária, meg nem tudom, ilyen helyeken működik, vagy működnek ezek az alapelvek, hanem Szingapúrban is. Szingapúr egy hihetetlenül egészséges városállam. Tehát ott rengeteg idős ember van, náluk most már az öregedés ez problémát is jelent ebből a szempontból, de ők például ösztönzik, vagy olyanok vannak, hogy állami támogatást kap az, aki a szülei mellé költözik. Tök okos. Mert ha gondoskodsz a szüleidről, így van, gondoskodsz a szüleidről. Nem lesz teher a szülő, így van, az idős és szülő nem kerül a kórházba, nem kerül kórházba, vagy pedig kevesebb eséllyel kerül kórházba, egészségesebb marad, és ezáltal nem lesz teher az egészségügy számára. Nem kell plusz pénzeket költeni. Mennyit fizetnek ezért? Mert hogy én anyám mellett élek, tehát akkor lehet, hogy kimennék. Hát, szerintem... Nem mondtak összeget? Nem. Hogy mi a lecsó azért, ha a mama mellett laksz? Na jó, van gyerekek. Nagyon jó pofa sorozat érdemes. Ja, belenézek majd, ha még él a Netflix előfizetésem, de szerintem már mindenhol csak lejárt kártya, meg kifutott előfizetés van, mert meg se nyitottam már ezeket valamiért, most nem tudom. Azt mondja, gyorsan egy-két SMS, gyerekek, Verstappen rekord 10 győzelem zsinórban. Ez az olyan rekord, amit senkit sem érdekel, Wikipédián jó lesz. Igen. Jó, ezt nyilatkozta Toto Wolff. Köszönjük szépen, Pandorban működik az óriáskerék, ez is nagyon jó hetet. Jó hetet, gyerekek, nyugodjék békében az orosz rakétatudós, hihetetlen, mi megy, a Zoli küldte nekünk, valószínűleg akkor valaki kiesett az ablakon. Hát, vagy bármi történt vele, valami volt. Vagy valami volt, amit mi még nem olvastunk. Így van, folyókamentes. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. És az M3-142-es kilométeren Budapest János elkút előtt karambol, személyautó a belső sávban. Tibi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Láttátok-e már az Alapító című filmet, zseniálisan mutatják be a McDonald's indulását? Így van, láttuk az Alapítót már jó régen. Egy pár évvel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt láttuk. Ki a színész, aki játszik benne? Egy híres ember. Fú, most meg nem mondom. Te tényleg rám nézel egy filmmel kapcsolatosan? Tudom, ja. Aki a Batmant is játszotta. Kevin Costner. Nem. Basszus. Na ki a színe? Őze Lajos. Igen. Michael Keaton. Michael Keaton. Nagyon jó kis film. Őze Lajos, mondjuk az nagy megfejtés. Az Őze Lajost adom. Szerintem az sanszos, hogy bejön. Jön a Squid Game második évada. Így van, jön a Squid Game második évada. Azt viszont nagyon várjuk, mert az elsőt is nagyon szerettük. 20 000 kör Alonso az F1-be. Itt tart most 20 000 körnél. Jézus. Szoboszlai gólt lőtt a Liverpoolban. A zseniális. Harmadik a perc. Zseniális, így van. Lepasutott a labda, aztán rálőtte valakire, megpattant valaki, de hát ez nem van az értékéből, megbelőtt az első Liverpooli gólját, igen, és aztán Newcastle, nem is tudom, 3-0, vagy mi lett a végeredmény? Aston Villa. Villa. Aston Villa. Ja, bocsánat, Aston Villa. Na, Aston Villa. 2-0 vagy 3-0, így van. Nem vagy te ennyire kikupál volt Lőrinc, ja, vagy csak villázzál. Szóval valaki mondta, azt hiszem, hogy kispestitől hallottam, így mondják. Tehát tudod, mi nem így mondjuk. De igen, 0-3 lett, hogy 3-0. Otthon. Igen, első gólját meglőtte. És második alkalommal meccsembere. Egy meccsember is lett, azt már nem olvastam, tényleg? Szavazás alapján. Le a kalappa. Hát azért jó vétel volt gyerek. Akkor.
Ügyes gyerek, így van. Na, jövünk, mennünk el, jó? Jövünk mindjárt, a 2 perc, pontosan 12:30, itt vagyunk rögtön a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunk. Jó, köszönjük nagyon szépen. Jó. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Messze az egyik legjobb rovatunk. Ha, ugye? Én ezt nagyon készülök. Időjárás, figyelj, az az alaposság, az a kutató munka, az a felkészültség, gyerekek, így kell, csak és nem csak a hivatalos adatok, hogy így van. Mert azt mondta, hogy jó, és tessék fölnézni az égre, egész héten ilyen lesz. Hétvége 30 fok. Miről beszélünk? Valaha bármilyen szintű kritikát? Nem. Mondott vala rosszat? Nem. Nem. Állított vala valótlan? Nem. Tévedett vala? Nem. Mondott valaha valamit? Se hallgatót, se támogatót, se a rádióvezetőség részt, senkit nem zavart. Így van. Mondhatja, hogy informatív? Nem. Így kiderül be valami? Sem. Ennyi. Tökéletes. Szponzor elégedett? Nagy. Valamit? Nem. 10 évre megvette ezt a rovatot. Valamit? Nem. És ez neki már bőven elég. Ne vegyen el. Nem is kell, hogy adjon, csak ne vegyen el. Elvesznek a hírek, elvesznek az árak, elvesznek a híradó. Mindenki csak mindig elvesz. Uh-huh. Nem veszel. Igen. Nem veszel. Volt már időjárás jelentés? Igen. Mit mondta? Nem tudom. Tökéletes. És egyébként légy felnőtt és nézz utána. Ennyi. Hát, nézd föl az égre. Nézd föl az égre, nyard meg az ujjad, nézd meg, van-e szél, azt old meg, ha vett. Ott a kezedbe a telefon. Ennyi. Tényleg mi kellünk ahhoz, hogy megmondjuk, hogy milyen idő van. Nem utaskodjál. Normális, hogy legyen messze. Ennél hatékonyabban pénzt nem termel a rádiónak semmi. Semmi, gyerekek, semmi, semmi. Ez, figyelj, 10 évre megvan véve. 10 évre elmaradva. Mi már rég a Kerepesi úton leszünk, ez még mindig megy az időjárás. A temetésünkön is elhangzik valószínű. Bali temetésének időjárását a szerelvényból támogatta. Oh, ja, jó. Istenem, gyerekek. Viszont a Gigi-ről jutott eszembe, amit az előbb mondtál. Azt mondta Gigi? Ah, nem, te mondtad, hogy Gigi. Azt mondtam, hogy Gigi. Igen. És miért mondtam ezt a szót, hogy Gigi? Nem tudom, mert ezt tudod. Nekem ez egy fontos szó, hogy már nem mindenre tudunk magyarázatot adni, sem a te, sem a Feri, sem az én viselkedésemben. Tehát, hogy ezzel nem is keresjük az okokat. Csak ennyi mondom, hogy Gigi. Igen, Gigi. Igen. Érdekes. Igen. Miért mondhattam ezt, hogy Gigi? Gigi Di Agustinóra gondoltam? Nem, vagy valami másra. Én szerintem valami másra gondoltam. Egy kicsit akciófilmes volt. Igen. Ja, tényleg úgy jöttem, hogy Gigi. És a Gigi-ről jutott eszembe, hogy amíg nem tanultam meg pontosan, hogy kell ejteni, úgyhogy mindegy, mert még csak keveset láttam, mert az a Ashoka. Ugye? Ashoka, ez a köröm fölhajtó. Igen. Most a Disneynek van egy ilyen kis Ashoka című sorozata, a Star Wars story, ugye birodalom összeomlása után játszódik, és egész jó, srácok, egész jó. Tökre örülök neki. Fú, nekem valahol a birodalom visszavágtól kéne már kezdenem, mert már úgy le Mandalorian, már minden ellen vagyok maradva, úgyhogy én már nem tudom, mielőtt mi játszódik. Ez a Jedi visszatér után játszódik közvetlenül. Játszok benne még Luke Skywalker, benne van? Nem. Akkor nem nézve. De majd lehet, hogy majd később lesz. De még bejöhet? Lehet, még éppenséggel bejöhet. Még éppenséggel bejöhet. Fényen jó van megcsinálva. Igen, de már nincs benne senki, tehát a nagyok át nem. Nincsen. Fú, ez most akkor egy Jedi visszatér után. Igen, közvetlenül. Azért most is fölvehet Zolánk egy ilyen papírra, hogy akkor tedd időrendi sorrendben, hogy szokott azért ott kapaszkodni. Biztos, hogy tudom, 36 darab cím lenne. Tedd időrendi sorrendben, hogy állni, rágnám a ceruzát, azért azt nagyon nézném. Tudod, hogy van ilyen magyar Star Wars klubban, ahol ilyen fekete övesek tudod rögtön. Ja, biztos sorrendben, aki persze. És ha hibázol, nem vagy ember. A véged van. Véged van, nem vagy ember. Már mehetsz is a Star Trek klubba. Igen, én ez a Squid Game 2-t ezt most várom, hosszú idő után szerintem ez fog visszacsábítani a streamre most engem, mert teljesen elengedtem mindent, de a Squid Game 2-re leülök, azt megnézem. Visszajön a nyertes csávó, úgy indul? Hát nem halt meg, meg a tesója eltűnt, úgyhogy ott szerintem lesz még kavar. Aha. Arra visszajövök. Arra a Netflix hajlandó vagyok visszacsábulni. Tesója eltűnt, akkor a tesója bement a játékba, és a csávó utána megy, hogy kihozza. Szervezi a játékot, vagy mi volt ott? Már nem is emlékszem, akit ő lelő, de leugrik egy szikláról, ugye? És akkor az ott eltűnt. Na mindegy, szóval van valami dolog ott benne. Igen. Nem a tesója? Nem a tesója az, aki nyomoz? Nem aki nyomoz? De aki a játékot szervezte, az nem a tesója. Az egy öreg, igen, egy ilyen idős. Aki benne van magában a játékban is, igen. Ja, a tesója nyomoz. Mert van valami testvéri szám. Van egy testvéri pár. Benne van a játékban, mint főszereplő, és a nyomozó. Igen, a játékon belül a fő intéző emberke, aki végrehajtja az öregnek a parancsait, annak a testvére egy rendőr, aki azért érkezik a szigetre, hogy nyomozzon. Igen. Hogy kinyomozza, hogy mi történik itt. Na mindegy, nézzétek meg az egyet, hogyha jön a kettő, akkor rokodok. Tudjunk együtt róla beszélni majd. Már azok, akik igen. Nem látták. Az öreg első számú embere az egyik állarcos, aki lelövi a testvérét, aki rendőr.
Igen. Az kb. Ennyi. Ennyi gyerekek, hát most meg nem elmutuk az utolsó fél órát. Látott azért kamillázott rendesen, hogy miről beszélget. Aki nyomoz, annak a testvére korábban játszott. Aha, aha. És kilövi le a nyomozót? A pisztoly. Nem, a golyó. A golyó, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Sziasztok, fiúk, jó reggelt kívánok. Hello, Dávid, honnan hívtál minket, Dávid? Én kamionozom most az M3-as autópályáról, de egyébként Nyíregyházán élek. Nyíregyházán élsz, nagyon jó. Mit szállítasz? Jelenleg műanyag granulátummal rajtam, ezt a tisztulgásban vakoltam meg még pénteken, és viszem most a Magyaróvárra. És mit csinálnak a műanyag granulátumból? Vagy azt te már nem tudod? Hát figyelj, ezt ne tudom, mert már jártam ott, ahol ezt most viszem. Tudjátok, régen meg még talán most is van az óvodában, meg bölcsödékben a gyerekeknek ez a szivacsos ilyen játszószínek, amiből ki lehet szedni ilyen különböző figurákat. Igen. Azt gyárták belőle, és akkor azt viszik szanaszét a világba. Tök menő. Legalább hasznos dolog lesz belőle. Tudod, igen, ez a puzzle-szerűen összenyomható ilyen szőnyek. Igen, tudom. Meg már most elkezdtek gyártani a... Hát, jacuzzik, meg az ilyen vizes fürdőterekben, ilyen olyan, mint a polifóm olyan anyaga van, de ez is ilyen párhuzószerű szőnyegként csinálják meg. Ne csúszál a jacuzziba, érted? Igen, pontosan. Ja, tudom. De egy olasz feltalálom, jacuzzik. Hogy még egyszer? Ja, Giuseppe Giacuzzi találta fel, egy olasz feltalálom. Így van. A 30-as évek között. Jó tudni. Kivel játszanál, Dávid? Mel Balázs. Miért? Mert, hát figyelj, nagyon jó, hogy szeretem már bekerülni, igen? És izgulok is, nagyon megmondom úgy, ahogy van, sokszor próbálkoztam már, minden reggel, ugye nyilván nekem korán kell kelnem, hallgatlak benneteket, mindig hallgatom a játékot is, hogy a hallgatók azok hogy ügyeskednek, és van egy kérdésem Balázshoz, azért szeretnék veled játszani. Azt a mindenit neki! Jó kis határ. Jó, nagyon jól állok, mert eddig egyet játszottam, egyet vesztettem. Hello szeptember. Tehát, hogy nagyon jól állok eddig. Tehát fantasztikus a teljesítményem, gyerekek. Jó, egy játékban 0%. Ti még semmit nem csináltatok, 100-on vagytok. És megvagyunk. Nagyon jó. Ha az a kérdés, hogy Balázs melege, most erre még nem válaszol, mert azt beszéltünk a múlt héten, hogy sokkal, vagy kicsi később jön elő. Igen. Tehát, ez egy szeptemberi coming out lesz. Ez egy nagyobb coming out. Egy csemegét akar majd, egy úgy akar elköszönni ettől az évtől, hogy lesz valami nagy bejelentés. Igen. Lehet, hogy ez a... Mi nevettem pénteken, mikor a Feri elment, hogy már azt hiszem 9:30 után voltak, visszatérek a hírezésből, és akkor Feri, maradj csendben, hogyha meleg vagy. Tudtam én, hogy meleg vagy. Látod, hogy tudtam én, hogy Feri már nem volt, a fés és bobot kapott. Haltam meg rajta. Infantilis poén a legjobb poén, persze. Nyilván akkor a legjobb bekézni a másikat, amikor nem tud rá válaszolni. Természetesen igen. Kicsit zincer szagol a dolognak, tehát. Jaj, te Dávid, te! Na jó, játszunk egyet, jó? Nézzük meg akkor, jó, hogy mi a fene van veled. Aztán veszítség. De azért nem baj, ha vesztesz, jó? Én veled vagyok, Dávid, neked szurkolok. Hozd már vissza, kicsit így a százalékomat. Rendben, igyekezni fogok. Ha vesztesz, akkor megmutatom, mit nyersz, mert van egy plusz nyereménye, de csak akkor adom oda, ha vesztesz. De jó? Hazudik, mert ezt mindenféleképpen megkapod. Most már a zsarolással élek. Hát figyelj, igyekszek, izgulok, de igyekszek megnyerni. Jó van, Dávid, mehetünk? Mehetünk, estünk neki. Jaj? 3, 2, 1, fire! Na, Dávid, azt mondtad, készültél egy kérdéssel. Így igaz, én is kérdezhetek? Előtte egyet? Tőled? Esetleg? Persze, nyugodtan. Szeret? Ki kérdezzen előbb? Te kérdezel, vagy kérdezek én? Kérdezzél te. Inkább kérdezz te. Na, jó, kérdezek én. Emlékszel? Oké. Okay. Figyelek. Vagy akkor most emlékszel még arra, hogy az RTL-en régen volt egy műsorod. Melyikre gondolsz? A fal. Nézted? Szeretted? Imádtam. Lesz ez még neked? És miért beszélsz ilyen furcsán? Sztrókod van? Koncentrálok arra, hogy... De vezetsz hogy, közben? Nehogy baj legyen. Pihenek, most pihenőzök. Félreálltál? Pihenőzök, félreálltam. Te is megbütykölöd a tahográfot? Megbütykölöd? Kormányról irányítod, ugye? Piros, bütykölni a tahográfot, nemzetközében pedig pláne. Tényleg? Popsiba szereted? Balázs, mi ez a kérdés?
Hallottam már nagyon ketyeg az óra. Most mit csinálok? Igen. Hát hogy igen, Balázs nagyon. Hát bedurant, hogy nagyon. Hát a bedurant, ez egy boldog felszabadító, igen. Jaj, te Dávid, ügyes vagy, jól van. Hát nem, ez nekem nem megy. Úgyhogy kettő. Mondjuk összeszorított foggal tolta Dávid. Tehát érződött rajta, hogy nagyon-nagyon kemény akarja. Szia Balázs, volt egy műsor az RTL-en. Szerintem le is írta. Le is írta egy papírom. Ez még neked. Dávid, ügyes voltál, vigyen, van egy plusz nyereményed, megmutatjuk. Gratulálunk! Nyereménye egy Panasonic ajándékcsomag a Panasonic klímák és hőszivattyú gyártójának felajánlásával. Wow. Panasonic.hu. Bár jogos, mert kimondtad, hogy nemzetközi, tehát egyébként nagyon sokan írják, jogos, igen. Abszolút jogos. Nemzetközi. Én óvnám gyerekek, nemzetközi. Mm-hmm. Nyilván arra gondolt, hogy... Kettő értelmű szó, mert a nemzetközit egybe kell írni. Jó, meg ne magyarázd. Kérlek meg, hogy megmagyarázd a humort, az a humor halála. Ezért semmi gond nincs. Nyugodj meg, visszamegy a vérnyomásod 100-szor, tudjuk, hogy a nemzetközit egybeírják, csak humorizálunk. Rendben. Pedig szeretném, ha te is kérdezi Balázs valamit. Ne hazudtam, egyáltalán nem érdekel semmivel. Se egyáltalán nem érdekel az életed. Nem, nem volt rá idő, akartam volna, de inkább magával a kérdéssel akartalak össze. Zavarné, de figyelj, ügyes voltál. Tehát, hogy ami meg kell adni, ezt meg kell adni, kihúztad. Jó, úgyhogy nem is mondtad ki. Megmondom, az igazat izgultam, mert hajnali voltam, hogy nem indultam, igen, és... Hallatszott, de jó volt, figyelj, tök jó voltál, nem mondtad ki. Jó? Biztos mindjárt a barátaim, hogy mi volt az a robot hang tőled. Igen, mondom, picit fura voltál, de megadjuk, és rendben volt ez így, hogy van egy ajándékcsomagod, meg van egy plusz nyereményed. Jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm, mert tek fiúk a játékot, és további szépen nektek. Dávid, neked is jó fuvarozás, vigyázz magadra. Szia! Köszönöm szépen, fiúk, nektek is szép napot. Ciao. Küldjük az ajándékot. Ciao, 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 ciao. Rendes gyerek volt. Rendes srác. Ügyes volt. Igen. Kicsit nem volt. Darabos volt, de én még darabosabb. Igen, igen. A tudat, hogy ha valaki rosszabb lesz, én voltam rosszabb, mert hogy megint kikaptam. Tehát nem érheti szó azért, hogy ő hogy játszott, mikor én vesztettem. Mintha Elvira férfi megfelelőjével beszéltél volna tényleg. Tehát egy kicsit nem volt. Egy GPS hang. Igen. Lesz még neked ilyen? Volt egy műsorod korábban. Mire akart kiukadni a fallal? Ja, hogy szerette a falat, hogy lesz ilyen. Ugye ez egy japán formátum volt, egy fal közelített egy csapat felé, a falon ki volt vágva valamilyen ábra, és abba az ábrára látható. A Ferének magyar, ezt már együtt csináltuk. Tudom. Azért, mert rátnézek. Én meg láttam. Ne, azért, mert egy témát vezetek fel, azért én ezt a hallgatóknak mondom, de kire nézek a pöcsömre? Hát rátok nézek, basszus. Hát ti ültök itt. Hát én viszont láttam rá. Ezt a hallgatóknak mondom, de volt már nézel. Ilyen egyébként, persze. Azért veljük összintem, hogy végig vártam, igen, és akkor igen, de együtt csináltam. Most erre emlékeztem, de tényleg, akkor nézem a biciklidet. Ja, emlékszem. Azt mondom a hallgatóknak csukott szemmel, hogy képzeljétek el, drága hallgatók. Nem csak, de hogy nem mindenki tudja, ugye közelített a fal, és akkor te beálltál ilyen gólyapózba, és akkor azon átmenni, a hülye japánok csinálták egyébként. Abba te voltál, Jani? Igen, néztem, nagyon szórakozott. Szerintem azt a műsor. Nem bántad, hogy nem hívtak meg? Ugye mi lett volna, benne vagy? Azt mondja, nem tudjuk elfelejteni, mert szegény vágó Isten Isten nyugasztalja. Szegény Pistának akkor ott szóltál be, már előtte se kedvelt engem, de utána már talán nem is köszönt igen. A liftben. Nem, aranyos volt, igen, ott a naftalin szagot kiszelőztetjük, volt egy vágó Isten paródia, amikor mi beálltunk ilyen szakásra szemben, és jól nézett. Persze megint túlszaladtál egy kicsit, de... Hát igen, de ő... De ezt olyan szépen... Szoktál szaladni, de nem volt baj, mert az is rajtam csattam. De az felvételem volt, azt kivághatták. Igen, ez igaz. Igen. De hello, nyilván, nem te vagy a hibás. Igen, annyi volt csak, hogy jövünk vissza a reklám után, és kimossuk a ruhánkból a naftalin szagot. És ott álltunk szakába szemüvegben. Én nem tudom, miért csináltunk Vágó István paródiát a Fal című műsorban, de szerintem már kínúban nem tudtunk mit kitalálni. Mert azért jó volt. Egy 20 vagy 25 epizódot azért meg kellett itt tölteni. De mindig sikerült valami kis emlékezetesbe lerakni, ez is például ez egyik ilyen volt. Igen. És aztán ez a Pistának szegénynek nem esett jól. Aztán elnézést kértünk, bocsánatot kértünk. Igen, az nem esett jól neki szegény. De aztán pont egyébként részben ennek kapcsán mondta azt, ami szerintem pontosan engem, ezt hát ha lehet ezt így nagyképpen mondani, ezt a Vadonjani jelenséget, ez például senki nem definiálta jobban nála, mert ő mondta azt, Vágó István mondta rólam, hogy nem rossz a Jani, ügyes srác, csak... Soha nem ott áll meg, mindig túlszaladt két mondattal, soha nem ott áll meg, ahol kellene, mindig túlszaladt. És egyébként ez nagyon igaza van. Tök jól látta. Tök mindig túlszaladt, csak azzal a két mondattal, és általában azzal a két mondattal van a baj. Mindig azzal van a baj. Tehát ha megállsz egy ponton, nincs semmi baj. Azzal a két mondattal mindig baj van. Nem rossz, de soha nem tudja, hogy hol kell megállni. Mindig túlszaladt. És egyébként igaza van. Tök igaza van. Tök jó. Hát mert ha megy a roller, akkor kell rajta lökni még egyet, nem? Hadd szaladjon. Gyerekek, de
fura, hogy már nincs a Pista komolyan. Így beszélsz róla, és ez csak eszedbe jut, hogy fú, de fura, óvatosan, mert hogy már nem is él. De hogy miért nem él? Tehát, hogy itt volt egyik pillanat, másik pillanat, meg már nincs, nem? Ja. Nem is, és nem is közöltek nem semmit a haláláról sem. Semmit, néma gondolom, csön. A család nem akarta, meg minden. És egyik pillanatról a másikra. Igen, néma csönd. Hú, ezek nagyon-nagyon, egyébként ezek igen, egy picit... Igen, fura, hogy nevetsz, nevezd, hogy ú, Pistatod, ezt mondja, Jézusom, hát már nem is él, hogy nem. Pedig a fejedben ott van, hogy hát hogy ne élne. Hát, van vele egy nagyon konkrét élményed, vagy akár több is, tökre beég, és akkor ezzel azonosítod, és aztán rájössz, hogy Atya úristen, nem is él. Most valamikor felmentem Michael Douglasnak az Instagram oldalára. Jó, de ő él még, ne csinálj. De nem, inkább, ja, inkább nem mentem volna fel. Hát igen, hát 88 éves sem, mert nekünk se lesz annyira vidáman, ahogy ott kísérget valami. Csinos 20 éves. Hát tudod, ha csinos 20 éves, az nem rossz. De valamelyik nap belenéztem a Smaragd románcába, tudod, ja, és akkor utána felmentem az Instagram oldalára. Így múlik el a világ. Hát igen. Ja. Hát nézzek az Al Pacinót is, hát szegény. Jó, szóval gyerekek, mert azért, mert a régi képeket őrizzük meg, és abba a kapaszkodsz, hogy kinézett, érted, 30 év. Hát nem lehet. Na, jövünk a hírek után, egy perc a hét óra. Holnap folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Két óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt, kívánok mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. Hopp, egy pontos időt mondott! Hey! Várjál, mert már 7 óra 12, tehát már lecsúsztam, ja, már majdnem pontosan. Haraszti út elesett, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Igen, hát a Haraszti út az el tud esni. Az ilyen. Az ilyen. A Haraszti út az sokszor. Sokszor elesik. És az igen, a Fal című műsorra gondoltam, mindketten hülyeséget mondtunk egyébként, Jani, azt tudod. Igen, de én magam rántottam. Hülyeségre reagáltam, és mert nem tudtam, hogy mi, azt hittem, hogy arról beszélsz, amiről te is hittél, hogy beszélsz, de valójában nem. Nem, mert ugye a Fal az, amikor a labdák estek, vagy golyók, és az egy kvíz műsor volt, igen, és ő azt szerette, de mi a Kalandra Fal című műsorra gondoltunk. Igen, ahol mi viszont, meg azt szerettétek. Mi azt szerettük, mert az egy jó beteg műsor. Én a Falat is szerettem. És annak csinálta meg ugye a TV2 a Piramis című változatát. Igen, az eredetit. Aki oda írtak az eredetit. Pedig az nem volt eredeti. Bocsánat, volt Piramis című műsor az RTL-nek? Nem. Tehát mi az eredeti? A TV2. Hol csinálsz most műsort, Feri? Te rohadék, te mi van? Nem csak kérdezem, hogy nincs jó, egy tétetű. Ez most mindegy. Pont, most melyik csatornát? De pont, ez ha máskor hozod be, nem, akkor is ez van. Érted. Igen. Szóval az volt az eredeti, igen, de a Kalandra Fal... A Kalandra Fal volt, ugye a... Az átugrós, amikor különböző formátumok voltak. Formák voltak, és akkor neked kellett... És ott kellett átugrálni, így van. Na de ha itt vannak a mi hallgatóink, és ez azonnal helyre is teszi, gyerekek. Úgyhogy... Úgyhogy ez bátor volt az RTL. Most is bátor. Na most mi vagyod az RTL? Nem mondj semmit, mert megint nekem írnak, de most tényleg, na, mindig magad a ránta, az arany órát. Egyrészt nem lesz meg az arany stikotájom. Kettő, hogy bármit mondasz, az én nyakamba varják. Nem, tehát a szülinapot is, vagy ezt a 20 nyambat rohadt 20 éves, nem tudom mit érted, olyan SMS-eket kapok, hogy már úgy jött vissza, hogy a Balázs reklamált. Pedig nem, hűltünk, de most megint mondasz, megint az lesz, hogy énekésztek. Figyelj, csak meg felhúztam, majd meglátod, mert amikor novemberben lesz, vagy decemberben lesz az év végig. Mit tudom, én nem tudom. Majd csak figyeld. Én annyira figyelem. Én úgy figyelek, te, én annyira figyelem. Én annyira felhúztam most ezt neked, hogy tudod, hallod egy talicska aranyat kapsz. ezt most nagyon feldiszkoztad? Nagyon. Jó. De egyébként, hogy akkor mondjak valami jót is, most kifejezetten várom a Starbucksot. De tényleg nagyon várom. Nagyon örülök. Nagyon neki. Kíváncsi vagyok rá. Egyrészt nagyon tetszik a lista, amit összeraktak, meg a szereplők szerintem marhajok lesznek, mindenki tök komolyan készül rá, meg tényleg ott van egy-két olyan páros, akire kíváncsi vagyok nagyon, hogy mi lesz belőle. Lesz-e benne például ilyen Lucky Punch-os küzdelem, mint amilyen annak idején ugye a gesztusi meg a izé között volt. Gangsta, között így van. Geniális volt. De hogy ott vannak az ügyesek. A Bencéről azt gondolom, hogy ügyes lesz. Na, sokan készülnek, mindenkinek profi bunyós edzője van, tehát hogy igen, ott nagyon nagy készülés van. A Rácz Jenő készülését is, az is nagyon... Ügyes? Hát gyerekek, hát ők nem boxolók, hát ő azért... De én, hát, ha például én a Jenőt nem értem, hogy erre neki miért van szüksége. Hát, én tudom, hogy ő szeret szerepelni, tudom, hogy imádja, de nekem, ő a séf, a Michelin csillagos. Hát egy celeb séf azért, ha belegondolsz, tehát, hogy azért ő a celebeskedés hát, okay, legalább olyan fontos az igen, életében. Igen, azért a Jenő nem hagyja szét grulni a nullákat.
Hát nem. Jó, hát ha nem megy az étterem, hát vagy mi van? Ne. Még talán az is mehet. Nem, a párkapcsolatos műsor, ahol nálad voltak, az tök jó, tehát oda szívesen elmegy az ember, de hogy ez a boxolós dolog, ugye tőlem távol áll ez, hogy megüssek bárkit is, és a Jenőt se tudom elképzelni, hogy majd ott nagyon fog kaszabolni. Szerintem, mint a gép, úgy fog előre menni. Ő nyomja? Ja, ő is, ő nyerni akar mindenütt. Szemmel lehajtott félre csapkodva. Azt szóljon. Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van, meglátjuk. Már a Bencinek volt ezt mondani, akkor ez nagyon tetszett. Volt egy ilyen tök jó kis TP20 százszázalékos arcoskodó dumája. Ez marhára tetszett az Instagram. Azt mondja, hogy nagyon rég vártam ennyire valamit, összejön a Starbucks. Pár embert lecsücsültetek. Hát rohadt jó. De legalább van önbizalom. Pár embert lecsücsültetek? Persze, persze. Pár embert lecsücsültetek. Tök nagy duma szerintem. Óriás arcoskodás. Pár embert lecsücsültetek. Jó, ez jó duma. De érek, hogy egy erős jó lesz, mert ő mindenkit kiklopfol. Tehát, hogy... ja, ez igaz. Tényleg. Egy erős mindenkit kiklopfol, így van, igen. Gyerekek, olvastátok, hogy mi történik? Hogy a holdra szállásos történetben az öreg csávó, aki felelt a holdra szállásért, az már a sikertelen orosz holdra szállásért gombamérgezésben elhalálozott. De most mondjátok meg nekem, ez véletlen, vagy tényleg történik? Miért van Oroszországban? Persze, hogy véletlen. Hát teljesen. Miért van az, hogy bárki bármiben betlizik, amihez köze van a kormány, de az nagyon hirtelen elhuny. Igen. Ugye becsapódott egy holdra szálló rakéta, és ezért nem tudott leszállni. Na most egy vezető rakétatudós azonnal mérgező gombát evett. De várjál, tehát hogy ez ilyenkor hogy zajlik? Azért ezt próbálják egy kicsit elképzelni. Oké, ott van ez a csávó, a 77 éves orosz, nem tudom, ereszi energiavállalat egyik részlegét igazgatja, Roszkozmoszán dolgozik, rengeteg publicisztika kötődik a nevéhez, a legnagyobb űrkutatók közé tartozik. Jó, oké, nem sikerül a holdra szállás. Gombamérgezés. Ő tudta, hogy ő gombát akar enni, és kicserélték a gombát, mert gombászik. Nem evett volna gombát, csak követte az FSB, az orosz titkosszolgálat, és a beépített pincér kínált neki egy finom gombapörköltet. Eredetileg gombát vásárolt a piacon, de útközben kicserélték. Tehát hogy eszel meg egy rossz gombát? Most ha mondjuk hivatalos a dolog, és tényleg gombamérgezésbe halt meg. Érted? Igen. Hát valószínűleg miközben kiesel az ablakon, jössz rá, hogy rossz gombát ettél. Hogy mert károlt gombát rendelni. Nem is akartál gombát tenni, nem szereted a gombát, de valaki tett a hűtődbe egy kéz gombapörköltet, megetted, meghaltál. Tehát mi az, hogy gombamérgezésben? Hát az, hogy valószínűleg két étel közül választott ebben a típusú étteremben. Étterem, és követteik őt, ez és azt mondták, hogy... gombázás volt, ez nem? Nem, miért otthon ered? Hát szerintem az történt, hogy miután ugye nem sikerült a küldetés, azt mondta az öreg, hogy egy kicsit kimegyek gombászni, hogy fődolgozom a kudarcot. Igen, vagy benézett a hűtőbe, és megnézte, mi van a fagyasztóban, volt gomba és gömbhal. És ő készítette el... De vagy jön az FSB, leültet egy székre, és ott a gomba, és akkor azt mondja neked, hogy igen, de nem, én most nem akarok gombát tenni, nem szeretem a gombát, tessék megenni ezt a gombát, érted? Tehát, hogy mert ha kiesel az ablakon, vagy elcsúszol, vagy öngyilkos leszel, vagy vonat elé veted magad, azt megérted. Mesterem, jó, tessék? Jó, itt vagy ott, mesterem. Jó, itt vagy ott, kívánok. Szedjük még belőle bőven. Mi van akkor, ha teljesen véletlenül gombát szedett és rossz gombát szedett? Kizárt, hogy ma valaki, aki meghal, mondjuk három héttel egy rossz landolás után, ismerve az orosz belpolitikát, lehet, hogy kizárt. Hozza fel ezt gumicsizmát, itt van a kosár, szedett gombát sokat. Nem szokott gombát szedni, de most szedett. Igen, nagyon életében nem volt itt az erdőben. Fél az erdőt. Vagy ilyenkor van egy menü, hogy lehet választani, hogy elküld neki egy levelet, igen, hogy tisztelt, nem tudom, milyen elvtárs, a sikertel holdra szállásért következő a menü. A. Gomba pörgölt, B. Ablak, igen. C. Novicsok, D. Kötél, C. Vonat. Vagy érted, tehát te hogyan? C. az a Tokarev, körre van töltve. Leül és lerakja, és akkor megírod, hogy elnézést kérek, tényleg nem sikerült, én szerintem nem én hibáztam, hanem a leszálló egység, de azért, igen, de A. Akkor de A. Akkor gomba, A. És akkor várod, hogy hozzák a gombát, amit megeszel. D. Tizedik. Választhatsz, igen. Vagy mi van, ha úgy csinálták meg, akkor oké, dobjuk el azt, hogy ő gombászott, és önmaga tényleg mellé nyúlt,
teljesen kizárt, hogy semmiféle külső beavatkozás nincsen. 7 évig gombászott. De gombászott az ember, azt tudjuk. Hát nem tudjuk. Ha nem gombászott, akkor most mi a francér gombászott volna? De várjál, hát a gombászott, akkor nagyon jó, hogy rossz gombát szedett, de akkor becsempésztek a jó gombák közé egy rossz alatt. Mert akkor még jobb a sztori, ha tényleg nem gombászott. Nem kellett volna napszálta után kimenni az erdőbe, és akkor gombász. A sötétbe. Vagy mi van, ha úgy nyírták ki, hogy azt mondták, hogy ahhoz, hogy tovább menjen ugye az űrkutatási programunk és a Holdra szálló, csináljunk egy összetartó gála vacsorát. Okay. Minden munkatársunk ott van. Tudták, hogy melyik az ő asztal, az ő tányérja? Mert hogy csak ő egyedül kapott gombamért. És azt mondták, hogy paradicsomlöves gomba pörkölt. Ez a menü. Igen. És a csávó egyedül belehal. Mindenki... Mert az FSB kicserélte bent a tányérját. Igen. Tehát közös vacsora, találjuk ki, hogy tudunk jobb a Holdra szállni legközelebb. Gyerekek, egy csapatépítés, mert ez most nem sikerült, semmi baj, megyünk tovább, mi vagyunk az oroszok a legjobbak ebben a Holdra szállós sztoriban, visszaszerezzük az első helyünket, tessék, beszéljünk meg. Na, oké, gomba pörkölt. Uh-huh. És akkor van egy, ami... Azt mondják, hogy a sikertelenség miatti depresszió miatt is szedheted az gombát, hogy elnézt, és itt van még egy megfejtés, az is lehet, hogy szándékosan evett gombát azért, hogy ne essen ki az ablakon. Tényleg. De szerintetek? Uh-huh. Tehát ez a csávó, 77 évesen, számíthatott arra, hogy egy rossz Holdra szállás utána nyúlnak? Nem, mert hogy azért ez nem olyan politikai szerepvállalás, hogy szembe mész az orosz elittel, vagy a politikai garnitúrával, hanem ott azért egy 100 fős team dolgozik, nem biztos, hogy ő szúrt el. Az ő volt a fejem. Hát te vagy a... Lehet, hogy írt 100 jelentést, hogy ha így csináljátok, nem lesz jó, én ezzel nem értek egyet, leírta utólag, hogy gyerekek, itt és itt volt a hiba. Tehát, hogy érted, nem biztos, hogy ez a csávó rontott. Hát csak ő volt a felelős, értem. Lehet, hogy sorsot húztak. Érted, a 10 szóba jött ember sorsot húzott, és ő húzta a legrövidebb tönköt. De egyébként meg a Putyin szemében, vagy az orosz vezetés szemében minden ilyen sikertelenség az egy hazaárulás. Persze most nekik hát nagyon kellene ezek a presztízsértékű nem tudom, vállalkozás volt, és most Oroszországnak nagyon kell minden olyan siker, ami egy picit jobb fényben tünteti fel az országot. Meg a kormányzatot, meg a gazdaságot. Nekik most sikerek kellene. És ez teljesen kellene. Kizárt, hogy ön érzett? Tehát ez teljesen kizárt? Nem akarsz. Japán, japánoknál, hogy azt mondta, hogy fél, én ezt nem bírom elviselni ennek a terét. 77 éve dolgozom, szakmailag nagy tekintély vagyok. Bezabálok. Én nem engedhetem meg magamnak. Egy jobb pakoli gombapörköltet csinálok sok galuskával. Kinyírnak ezért valakit, nyilván elrontotta Holdra szállást, tehát azért nem csak ő rontotta el. De ő volt a vezetője, ő volt a fej. Ha ki akarod nyírni magad, ő egy tudós ember volt, tisztában volt vele, hogy a gombamérgezés az nem vicces. Tehát, hogy akkor ki az egy szenvedős történet. Az egy nagyon szenvedős történet. Gyomorfájással, gyomorvérzéssel, hascsikarással, az egy igen. Gyakorlatilag a méreg elönti a tested, ha megpróbálnak megmenteni, ő az ő életéért is, azt hiszem 10 napig küzdöttek, az meg... állandó gyomormosás érte, gyógyszerezés, tehát az nem egy jó út. Igen, de ide hallgató, ebben is van igazság, hogy ezt simán kidobnak mindenkit az ablakon, és most mindegy, hogy ki teszi ezt, mert nem gondolom, hogy mindenkinek a Putyin intézne, vagy a Putyin intézné, de akkor itt gondolkoznak azon, hogy csempészenek rossz gombát egy 77 éves idős ember hűtőszekrényébe, és etessék meg vele. De jó, nincs ennél egy egyszerűbb történet, mint hogy elmegy egy állófogadás, ahol csak ő eszik tojáskrémes gombás szendvicset, mire azt megszervezett, hogy az jusson el hozzá, érted? Jó, de mi van akkor, hogy a pont ezért választották ezt, mert ez a legkevésbé, hogy is mondjam, csak hihető, vagy, hogy egy ilyen megoldást választanak. Azt mondják, hogy mérgezzük meg gombával, senki nem fogja komolyan venni, hogy mi csempésztük be a mérges gombát az ő kis étkezésébe, mert hogy mindig azt fogja gondolni, hogy ennél sokkal egyszerűbbet is választottunk volna. Ne válasszunk egy egyszerűt. Nem válaszunk egy egyszerűt. Az emberek azt fogják hinni, hogy semmi közünk nincs hozzá, mert hogy nem kézenfekvő ez a módszer. Gyerekek, azért a kiesett az ablakon most már egy kicsit unalmas. Tehát azoknak is, akik kiestek, ugye? Igen, már azok is unják, hogy kiestek, pedig csak egyszeresnek, de már rohadtul unják. De már nagyon unják, de hogy állandóan mindenki kiesik. Csak van egy ilyen tím az FSB-n, hogy Novicsok túl durva, ablak elavult. Gomba! Nem rossz a gomba. Elvtársak, gomba! Érted? És oda mennek, és a 77 éves csávónak elintéznek, elvtársak, elintézünk egy gombamérgezés. Lehet, hogy egy teszt volt, érted? Egy új módszert próbáltak ki. Nézzük meg a gombát. Na, annyi mindent csináltunk. Mit csináljunk most? Hogy öljünk meg egy ember? Gomba? Annyira. Miközben az indiaiak meg zseniálisan leszálltak és gurultak. Igen. Szóval, hogy ott, vagy lehet, hogy az öreg még lesúgott, írja valaki az indiaiaknak valamit, és erre rágtak be. Mert közben az indiaiak meg beelőzték a világot, gyerekek. Tehát, hogy egészen megdöbbentő módon ők leszálltak. És gurultak is. Na mindegy, hát azért ez egy érdekes történet, hogy ugye az orosz rakéta tudós. Mi lesz a következő?
Már hogy érted? Ahogy mivel, hogy fog el... Tehát, hogy most ülnek megint az asztalnál a srácok, de hogy... gondolkoznak ők még az asztalnál. Persze. Tehát kell egy orosz titkos szövetnek, hogy bárkinek gondolkodni. Hogy hát... mi a következő módszer? Gondolom, hogy ha hajszerítom, hogy belesik egy kopasz embernek de a kádjába fürdés közben. Tényleg, az jó, jó, működő. Igen, írva, aki nem tudod kiesni az ablakon, mert tudják, hogy hol lakik, tudod, földszint nem jó, elvtársak nem jó. Földszinten lakik, elvtársak nagy a probléma, nem jó. Akkor hozzátok a gombát. Képzeld el, milyen félelem lehet azért orosz tisztviselőknek, ilyen vezető pozícióba lenni, akár az egészségügyben, az űrkutatásban, bárhol, az energetikában, gondold el, tehát hogy azért ez micsoda felelősség, hogy tudod, hogy ez kipotyogott, az gombamérgezésbe halt meg, az ott éppen leesett a hajója, nem? Tehát hogy azért ez közben milyen lelki teher úgy dolgozni, hogy tudod, hogy az elvtársak azért sűrűn növesztenek szárnyakat, vagy halnak meg novicsoktól, vagy esnek ki az ablakon. Tehát nem azért, félnek a magasságtól. És hogy megpróbálsz jól teljesíteni, meg csinálni a munkádat, de hát lehet, hogy lecsúszik némi emberi fogyasztása alkalmatlan gomba a torkodon, ha esetleg elrottasz egy holdraszállást. De képzeld el, hogyha ez megy Oroszországba, akkor mit érezhetnek? Észak-Koreában. Ja. Ahol mondjuk ott ráadásul még nincs is nagyon terelés, tehát hogy beraknak egy légvédelmi ágyú elé, aztán... Igen, ott mondjuk ott szerintem ott nyílcsisakos van, vagy nyílcsisakosabb van. Ott lehet egy kicsit egyértelműbb a helyzet, sajnos. Nem sikerült hazvárul. Igen. Nem jobb, de legalább korrektebb, ugye? Igen. Igen. Na mindegy, gyerekek, hát akkor vissza a magyar valósághoz, jó? Azért nézzük meg, mert itthon is történnek a dolgok. Van még egy kicsi idők, Zsülcikém, hogy tele vagyunk reklámmal és minden. Másfél percünk van. Mert ennénk egy kis gombát. Akkor addig járjuk el a kacsatáncot, mi is csináljuk másfél percben. Hát engem azért fizetnek, hogy beszéljek. Nem beszélek, megsértődtem. Ha nincs időm, karaokizál. Hát komolyan mondom, hogy bejövök ide reggel, felkelek, érted? Rendben, akkor magam megcsamoljam, sminkelek. Összeszedem magam, erre nekem 26 klassz, hogy másfél percem van. Hát én másfél percek nem állok neki. Most már csak egy pláne nem állok neki. Egy percben. Akkor elmondom majd a hírek után, jó, mert a hírek akkor... nagyon fontos, meghallgatjuk akkor. Figyelj, olyan csináljuk úgy, mint hogy a főpolgármester választás lenne. Egy percben sörös nyomalást tessék. Szerintem nyertél, válasz meg. És az is, hogy... Megkaptad most a köztévítő az egy percet, de... Úgy engedik be. Csak azért mondani, hogy nagyon sok programunk van, csak a kettőzárhúzában az előttől. Na jó, szóval lecsaroztak egy 60-as táblát Debrecen közelében, mert hétvégén disznótor volt, kérem szépen. Miközben ezek ott érted, próbálnak a holdra szállni, mi 60-as táblát csavarozunk, mert hétvégén... rendes okosba. Más típusú problémáink vannak. És tudod, miért csavarozták le a 60-as táblát? Várjál, találjuk ki, tehát disznóvágás van, és 60-as tábla lecsavarozása. Oda mentek, azt mondták, te Béla, mi az ott egy 60-as tábla, hozzad kell az. Valamiben vinni akarták a disznót, és gyakorlatilag tepsinek, vagy nem is tudom, ilyen... Ne, hát ilyen... ez nem fér rá, semmi nem, nem fér rá, 10 kiló húst viszel el egy 60-as táblán. Sütni akartak rajta valamit? Tárcsa! Mi? Nem tárcsa? Rossz, tárcsázás. Tepsit hajtogattak nem belőle? Az volt, hogy disznóvágással összekötött születésnap, 60. szülinap, és akkor azért lopod el. Gyorsan szalad a malac, és hogy ne szaladjon 60-nál többet. Csak 80-as találtunk, mindegy, elhoztuk. Na mindjárt megbeszéljük, arról fogunk beszélni, hogy. Jó? Jó. És még azt is megbeszéljük, hogy. Húha, de jó. Izgatottam már. Jövünk a hírek után mindjárt. Háromnegyed nyolc lesz. Mindjárt becsengetnek. Ez az, gyerünk. Egyébként tök csönd van az úton. Én most direkt kimentem. Ja, azt vártam, hogy 8 óra közeleg mennek az iskolába a gyerekek. Alig volt autó. Itt legalábbis a hegy alján. Tehát, hogy másút mi van, azt nem tudom, de itt minden... Nyugalom és békesség. Jó, nem szokott szeptember elején így lenni. Hát, vagy mindenkinek nulladik órája van, és már mindenki bent van. A kölyköket. Igen, bakcsomópont előtt a Budaörsi úton. A belsősában egy hete áll egy lefulladt autó, emiatt hatalmas a dugó, ez nem jó. Időjárásunk, Ferenc? Meleg. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a Terralux Magyarország hőszivattyúja. www.terralux.hu. Már karácsonyi reklám nálatok, kérdezi valaki. Már van karácsonyi reklámunk, volt? Gyerekek. Mi volt? Igen. Mi már volt? Lement egy karácsonyi reklám. Mi volt? Megy. A nagy, az ő ja, kis manós. Utaltak már a karácsonyra. Nem. Ne csináld. Nem. Azt mondták, hogy most vedd meg a karácsonyi ízét. Ne csináld. Nem. Szeptemberben már azt a mindenit, gyerekek. Adjátok vissza a karácsony szentség, kereskedők. Ne lopjátok el. Ez egészen durva. Ez egy vicc. Ez egészen de durva. Anna posztolta a hétvégén a közös shoppingba, rakta be a képeket a teljesen berendezett boltról, ahol már csak karácsonyi kiegészítő van. Uh-huh. Szeptember eleje van, gyerekek. Ne égessétek szét a karácsony. Ne csináljátok ezt velünk. Hol voltál, Anna? Hát az egyik multiba. De volt be, hogy vettél valamit.
Nem, hanem vettem. Nem, abszolút nem vettem. Bajunk az aranyszarvason gondolkodtam. Beraktak közösbe a fotókat, már aranyszarvas, már karácsonyi díszek, már fenyőfagyertyák, már minden gyerekek, bizony. Minden. Mentem el a kirakat előtt, és ugye beszéltünk róla, nem mondom, azért egy fotót lövök, berakom azt a közösbe. A itt tartunk. Tehát azért ez nagyon. Ez pénteki fotó. Igen. Az kemény gyerekek. Szept egy. Hát ez brutál, nem hittem a szememnek. Ugye kereskedői szempontból megértem, tehát az érted, minél hosszabbra húzod, annál többet keresel rajta. Tehát, okay, hogy... csak már kiéksz. Igen. Hát igen, amiről beszéltünk a múlt héten, hogy mire beesel a falá, pont herótod van már mindentől. Az egész. És el akarod az egészet engedni. Az összes szaloncukrot főzabáltad addigra négyszer. Igen, kikben dugik minden karácsonyi cuccokkal. Na hát tehát ott készült a fotó. Na, igen. Elárulok, igen, ott. És égősort vettél, vagy szaloncukrot? Miért mentél? Aranyszarvas. Egy aranyszarvas mínes. Igen. Igen, igen. Na, gyorsan azt mondja, hogy Bali, életünk legjobb nyaralását töltöttük-e Balatonföldváron. Köszönjük, ennyit beszéltek róla múlt héten. Kevesebben, mert kevesebb étterem, kacatos, stb. Annál több élmény, illetve életemben nem tekertem még a Balaton körül, de ez most nagyon feltöltött az apró dolgok, mire képesek, Csabi küldte nekünk. Beszéltük arról, hogy mennyire lesznek most a hétvégén a Balatonon. Hát nem tudom, hogy mi volt a déli parton, az északi parton mozdulni nem lehet. Ne csináld! Igen? Az egy jó idő volt. Csurik tele volt, de tényleg minden. Olyan félelmetes forgalom volt mindenhol, hogy hihetetlen. Minden tele volt, ahova mentünk, minden, étterem is, cukrászda is, nagyon sokan voltak. Vasárnap délben jöttünk föl az anyósomék 40. házassági évfordulójára, nem lehetett az autópályán közlekedni. Vasárnap déli 12. Ha visz Pest felé. Jöttek föl már az emberek. Hát erre rossz idő volt vasárnap. Lefelé pénteken állt az egész. Hihetetlen. Én gyerekek, hát ez igen. Hát nagyon, még nagyon. Azért nagyon meleg van, tehát meg még azért közel a szezon vége. Tehát most azért még itt sokan ráhúznak. Ugye egy napra jöttél föl egy évnyitóra, pénteken, tehát sokan szerintem még lehet, hogy azt is skippelték, már aki följött, tehát most még azért lent van. De ahogy ez fordulsz rá így a szeptember végére, október, ez nagyon fogynak az emberek. Óriás félünk volt, voltunk egy nagyon jó kis cukrászdában, ami közvetlenül a 7-es mellett van, így a balatoni kilátása, sőt, és előtte van egy marha nagy parkoló. Cukrászda tele volt emberekkel, sütött a nap, és velünk szembe pedig a parkolóba volt egy ilyen oldtimer, valószínűleg volt valami ilyen oldtimeres ilyen felvonulás, de vagy 30 vagy 40 ilyen régi autó. Ilyen pick-upok, meg ilyen Chevyk, meg ilyenek, meg motorok is voltak, ilyen chopperek, meg mit tudod, ezer ilyen rákébüli autó, vagy ilyesmi. Akkora feeling volt az egész, mint egy ilyen népünnepé. Jöttek, mentek az emberek, itt kávé, csörögnek a kis kávésedé poharakkal, eszik a süteményeket, ül szembe veled, ott van a Balaton, süt mint a nap. Főszezon, igen, mint egy főszezon, jönnek, mennek az autók, mindenki fotózza őket, mindenki videózza ezeket a régi verdákat, mindenki dudál a másikra, de ilyen kedvesen. Tehát az egész... Aztán elüti. Igen. Én azt vártam, hogy lesz belőle valami rajta. De az egésznek volt egy olyan hangulat, egy olyan kellemes, tényleg ilyen üdítő, ilyen, amikor így robban a Balaton, meg robban a nyár. Ugye az utolsó, hogy beletoltak. Még megtolod egy minden. Kicsit, igen. Nagyon igen, igen. És hát most hétvégén is még 30 fok, úgyhogy azért ez jó egész lesz. Igen, tök jó idő. Na, 60-as táblára vissza, gyerekek, csak egy picit, ja. Hogy mire jó. Hát ezeket tudnod kell, ugye lecsavarozták a 60-as táblát Debrecen közelében, mert hétvégén disznótort volt, és hát kellett valamire. Micsoda nagy dolgok történnek a Debrecenben. A magyar eleményesség. A rendőrök gyerekek. Azonosították az elkövetőket, akik telefon utol értek, és felhívták arra a figyelmét, hogy jó lenne, ha visszafordulna a táblával. De milyen eleményes a magyar rendőrség? Tehát még útközben elkapták, kiderítették, hogy ki volt a mobilszámát is, és felhívták, hogy forduljon vissza, nézd, és vigye vissza ez a táblát. Egy faluban történt, akkor ott mindenki tud mindenkiről mindent, ugye? Tehát, hogy a mobilszámot sem volt. Ha Debrecen mellett egy kisről van, akkor igen, az első rendű vádlott vissza is szerelte a helyére. Visszaszerelte a helyére. Úgy tervezték, tudod, hogy ha majd 70 éves lesz, akkor már 60-asra nem lesz szükség, ezt visszarakják, és akkor nyúlunk egy 70-re. Azért jó a tábla, mert tudod, ahogy rögzítik az oszlopra, erre a bizonyos fém oszlopra, akkor ezt egy ilyen bilincsel teszik meg. Igen. Át van lukasztva a tábla. Na most, ha a bilincset is elhozod, akkor megvan a fogója is a fedőnek. Igen, tényleg. Full extrás. Tényleg full extrás. Nagy méretű pont jó, ahogy ugye kiderült, hogy ezt üstfedőnek használják. Úgy van, tehát, hogy a 60-as tábla, az pont jó arra, hogy lefedjék az üstöt. Igen.
Jó, ezért gondoltak, hogy akkor Petikém, akkor menj már, szerelj már egy 60-as táblát. De ez egy megszokott dolog, hogy leszerelik a 60-as táblát. Tényleg? Elég sok igen, hogy ezért klasszik nálatok ott vidéken, hogy azt tudjuk, az Bali, nem tudod. Hát a 60-as tábla üstvedő. Az igényesebbek azért csináltak. De a 40-es tábla is üstvedő. Tök mindegy, hogy mi van ráírva, méret ugyanaz, és ez pont a nagy abáló üstnek a tetejére illik rá. Két luk középen, fafogó, kész, meg is vagy. És akkor ezeket utána ilyen lelkismeretesen ti visszarakjátok? Hogyne! Vagy ez megmaradott üstvedőnek? Persze, miért nem tudom? Mit tudom én? Nem mit tudom. Gondolsz, majd minden januárban megyünk táblát lopni. De nem egyszer lopunk, és akkor megvan. Azt a mindenség. Egyébként azért érdekes a dolog, mert hogy eltűnt a régi, ugye, hogy disznóvágás előtt közvetlenül azt mondta valaki, hogy gyerekek, hát az Abalének a fedelője, hol van? Hó, Sanyika, menjetek meg a kereszteződés. Hozzatok ott már egyet. Ott van a stábla, hozzátok már, ez pont jó lesz majd rá. Na, gyerünk! Lehet, hogy kóstolót vittek a Jardnak, az írja valaki, hogy így írjátok. De ott az is nagy divat, hogy leszerelik születésnapokra. Igen. Tehát, hogy nem csináltatnak, nem hanem Petike 40 lett, Gazsika 60 lett, Józsika 70 lett, vagy mit tudom, 90, 50 lett, akkor leszerelik ezt a táblát, és akkor becsomagolják neked, hogy te kirakd a szobába a dobozos sörgyűjteményed mellé, hogy te 50 éves vagy, és ott van egy 50 km/h, hogy ez hogy? Azt kapja valaki születésnapjára, hogy leszerelnek egy ilyen kis közúti táblát. És tök büszkén kiposztolod. Hogy egyébként loptatok. Igen. De már írek, hallgatok, nekünk a kötelező haladási irány az üstvedő. Hát ami közel van a házhoz. És az a jó, hogy ugye nem a festőkis oldala van lefelé, az van fölfele. Tehát látod. Rögtön, amikor odamész, akkor látod, hogy ti is loptátok. Igen. Kerek születésnapokra minden vidéki közlekedési táblát kap. Ez egy teljesen bevett dolog, 30-as, 40-es, 60-as tábla. Én ezt nem tudtam megmondani őszintén. Persze. Hogy ez egy ennyire bevett szokás? És lehetőség szerint lopottat. Mit a táblákból három van a szobánkban, csak mondom. Igen. A 950-es éjszakai járat. Na jó, de ezt én nem láttam, ez honnan van nekünk? Mit gondolsz honnan? Levették ajándékba. Kőbánya Kispest, 182-es, alacskai úti lakótelep. Várjál. Tehát Anna bement most a szerkesztő szobába, és kihozott három busztáblát, 182-es alacskai úti lakótelep, Kőbánya Kispest M. És vonatpótlójárat. De ezeket valaki beküldte nekünk. Hát, szerinted hogy jutott szerintem hozzá? Szerintem ezt valamikor az 50. születés napom környékén kaphattuk, mert hogy nem mind a 950-es busz, az hol jár, Mélyfúró utca és az Ady Endre utca között. És patinás, amint látod. Igen, tehát nagyon ez szépen köszönjük. 950-es busz, és ezt beküldték, ne csináld. Véletlenül mind a kettő felénk jár. Úgy, de miért fosztogatnak a születésnapodra, vagy ez mi? És a 182-es alacskai lakótelep, ahhoz mi között? Az is arra jár. A 182-es is nálunk jár. De hogy neked sok szeretettel, hogy majd hazaviszed és kirakod. Szerintem ez az volt. Te én szeretem, hogy mit küldjünk neki. Figyelj, szerintem szedjük le a 182-es busznak a jelzőtábláját, és küldjük be neki. Állandó BKV-zik, biztos örülni fog neki. És beküldik a táblát. És ez hol van a mi szobánkban? Ez a mi szobánkban, a radiátor mögött. Én ezt nem láttam. Megállóhelyek, átszállási lehetőség. Örültél neki? Persze, nagyon. Most haláljon fél a hallgatók, én ezt nem látom, hogy ilyeneket küldenek, ne csinálják. Ez már, szerintem egyébként most már ez a típus nincsen, tehát hogy valószínűleg, mert tudjátok, ez a hátsó szélvédőnél volt egy ilyen kis tartó, és abban volt ez így belerakva. És lehetett cserélni. Mostan az újakban már nincsen ilyen. Hát ez már történelem, ami a kezedben ez van. Ez az. Boldog születésnapot, na Jani, fogadd el sok szeretet a 182-es busz annak a járattábláját. Hát azért a nagyon leleményesek. Aposomnak egy buszmegálló tábla oszlopa volt a hólapán. Nincs ilyen. Tehát, hogy buszmegálló tábla az. Úgy, ahogy van, kidőlt, vagy az öreg kivágta, hát, és azzal... Nyilván csak véletlenül kidőlt. Nálunk körforgalomtába az üstvedő, de figyelj, hogy éltek ott azért, ez egynyire bevett dolog. Nagyon szép. Nagyon szépen élni. Hát most érted, mit tudom, sütöd ki a tepertőt, azt rácsapódik a forró zsír. Hát ott a 60-as tábla fölteszed, azt már nincs is baj. Igen. Azt, én egyszer egy vonat átkelőnél használt fénysorópot láttam egy ózdi kerti partin. De ez a vigyük haza jó lesz majd valamire történet? Vagy ez a vagy már határozott céllal visszük, hogy majd tudjuk, hogy mire fogjuk használni. Ezt már tudod. Hozzad, Béla, hozd a fénysorompót. És mit csinál vele otthon? Azt szerintem az csak dekoráció a fénysorompó. Ja, hogy csak dekorációnak használják. Szomszédom a vadveszély táblával lapátolja a havat. Na. Ennyi. De ennyi jó, gyerekek, hát kerek a tábla.
De nem biztos, várjál, van négyszögletes is, várjál, nem, nincs négyszöglet. Tehát a vadveszély. Vadveszély, az, az kerek tábla, igen, az ugró szarvas talán, vagy nem tudom, mi a vadveszély. Te vizsgáztál simán most frissen. Simán felhajtott a két oldal, illetve három oldalról egy picit felhajtott, és már is működött. És akkor tartja is a havat körbe. Igen. De jó vagy, nincs neked ilyen adott? Nem, nekünk 10 évesen emlékeztek, voltak ezek az állítható magasságú építkezéseknél használt állványok. Hát mi nekünk véletlenül olyan volt fekvenyomó állványnak. Valahonnan valami építkezésre hazajött velünk. Én csak gondolom, hogy a vadveszély egyébként az háromszög. Az mondjuk jó, aha, akkor, mert akkor az egyik oldalát tudod. Nem kérdeztek ilyet a motoros vizsgán? Nem. Nem kérdeztek. A motor elé nem ugrik vad? Nem hol kell van az már? Mikor egy éve vizsgálsz? Ugró szarvas ugye háromszöggel van az a vadveszélytábla. És akkor nézegeti. Azt mondja, de jó lesz. Azt mondja, és ahelyett vennék egy 2000 forintos hólapátot, fogja és kivágja a táblát. Hát miért tudom, hogy fáj a fiskás? És akkor, hát egyébként az sok. Hát ilyen tök nagy meló egy ilyet kivágni, meg hazavinni. Hát persze. De várjál, a nyele, a lapátnyél, az megmaradt a fém. Az jó hát vastag. Ráfagysz. Hát egyrészt ráfagysz, másrészt mert olyan vastag alkarod lesz tőle. Igen. Vasúti sín nálunk a födém, jó, ha tudják. Micsoda? Tehát ez az vasúti ország sín. Vasúti sín a födém. Tehát ja, ez a fog ja, meg, igen. Minden jó lesz valamire. Persze, felszeded. Már úgyse használja az senki ezt a vonalat. Persze, a betonsoroz, de azért mégiscsak olcsóbb. Mi a tanyán a táblának az oszlopából csináltunk karámot a marháknak egyébként. Hát akkor ezért tűnik minden el. Ezért tűnik minden el vidéken, mert mindenki felhasználja. Nem? Amíg a szüleimnél laktam, bátyám a közös szobánkban egy piros postoláda volt a szemetes. Jó, de hát az legalább azt is elhoztátok valannak. Igen, most már nincs fém, fából készítik ezeket. Mit készítenek fából? Nem készítenek fából. Hogy készítenének már fából? Mit? Táblát? Párom kényszeres táblagyűjtő, ha meglát valami táblát, hazaviszi. Nem lop. Ez fontos, csak kölcsönveszi határozatlan időre, bármilyen táblát meglát, leszereli és hazaviszi. Bárki bármikor megkéri, visszaviszi. Ez milyen jó kényszeresség, válsz a garázsba és tele vagy stop táblákkal, elsőbségadás jelző táblákkal, vadveszélyes táblákkal, főútvonal táblákkal, van belőle 600. Megnézed ezeket néha, hogy átlapozod, vagy? Nem, egyszerűen csak gyűjti. Nekem a szalagkorlátból volt a motorkerékpár mozgató állványom. A motorkereke pont passzol bele, 4 kis kerék rajta, és úgy forgott a garázsba, mint a kis angyal. Szalagkorlátból. Egy ismerősöm régi telefonfülkéből csinált anyáján pocsantos vécét. Mi? Régi telefonfülkéből. De az átlátszik minden oldala. Nagyon, hát a saját tanyádon, hát ott nagyon nem nézik. Tényleg. Tehát felállj, elvitte a telefonfülkét, lenyúlta, leállította, lefúrta az aljába, letámasztotta valahogy, és megcsinálta. Igen. Mi kosármeccsre vittük a körment vége táblát. Régi közlekedés tábla oszlop kivágva, utána felpolíroz, és kész is volt a tuning kipufogó vég. Júj, de jó. Mi házzal együtt vettük, nem loptuk, higgyetek el, gyalogos átkelője tábla a kerti csap aknájának a fedele. Nem hiszem el, gyerekek, ezért nincsenek közúti tábláink. A magyar elviszi és hazaviszi. Elsőbségadás táblát vittem haza régen, nem nehéz kivenni, mert nincs lebetonozva, így csak meg kell ölelni, és oszlopostul kijön. A haverok az utca végéről nézik, hogy hajnal 3-kor viszem be otthon. Elsőbségadás táblát vittem haza. De aztán ott mit csinálsz vele? Hazaviszed és lerakod semmi, valahova? És kész. Nekem otthon a nagyobb méretű elkerülés irányt jelző táblám van, egy munkagépről esett le. Persze. MTZ kipufogó stop tábla csövéből kiválóan meg lehet építeni. Ez tényleg működött, igen, ezt már nem egyedül írtad. Igen. Hogy stop tábla töve? Stop tábla annak a csövéből. Ja, abból csinálod meg a magát a kipufogót. Faternál egy közteres lámpaoszlop világítja be a műhely előtti betonplacot. Azért egy közteres lámpaoszlopot elvinni, azért azt se találsz csak úgy az útszélén, nem? Nem. Tehát nem az a dolog, amit csak úgy megtalálsz. Kidőlt. Kidőlt hirtelen. Menek mentem. Na de várjad, ezért ott el kell vágni az áramvezetéket, meg mindent. Valószínűleg ez még telepítés előtt. Tudod, kivitték, letették, hogy holnap majd bekötjük, srácok. Aztán mentek. Papa meglátta, és azt mondta, hogy mit lop a magyar rovatot akarunk? Nincs írta nekünk, hogy lehetne egy olyan rovatot. Mit loptál dolgok már el, amire azt gondoltad, hogy majd jó lesz egyszer valamire? És fogtad, és hazavitted, és használtad is. Mert itt ugye a motorkipufogó, az működik, akkor üstfedő működik. A másik, az ugye a tárcsa, amivel szántanak kint a földön, azokat mindig mindenki ellopja. Igen. 3 darab vaslábat hegesztenek rá, és abba tudsz sütni. Nagyon patent, nagyon jó dolog.
Útjelző oszlopok, fényvisszaverő kis kockás prizmái, azt is elvitték. Egy év múlva az összes lovacskocsi meg traktorpótkocsi tele volt prizmával, az út szélén ez se volt. Igen, mert ugye ráadásul kötelező is. Nagyon durva. Dunavacsony az egyik háznál szalagkorlátból van a kerítés. Ez szép lehet. Szalagkorlátból van a kerítés. Ott azért azt mondjuk elég nehéz megmagyarázni. Hát egy darabot kihasítottál, hát nem, fel nem gondoltad. Nem kellett már véget, érted, ott az utat leszerelték. Már beszallakorlátoztuk, még maradt belőle, azt hazahoztam. Tavaly vettünk egy kettes házat, bácsi a falba, a kartonok közé buszablakot épített be, a melléképületbe az ablakok is buszablakokból voltak. Honnan szerezte? Mit lop a magyar, mit nem egyébként? Igen. Ismerősöm azt mondja, azzal indokolta meg, hogy kortörténeti dokumentumokat gyűjt, a választási plakátokat lopja, de minden párt, és évekre visszamenőleg vidéki házban lakik, és egyszer észrevettem, mondom, ezek mik? Mondta, hogy beteges, tehát hogy ő gyűjti. Mondta, hogy ez egy történelmi. De párt preferenciának megfelelően, vagy bármit? Nem. És az összeset. Hogy szedett le? Hát az kell egy oldóanyag, vagy valami. Nem. Ő azokat, amik föl vannak csavarozva, amik fönt lógnak, ő azokat szedi le. Tehát nem úgy plakátok, hanem ami műanyaggal meg van húzva. Ja, értem. Azokat nagyon komoly. És lelopja őket. És képzeld el, hogy a rendszerváltás óta megvannak neki még MDF plakátok, meg ilyenek. A Tamáris kétharmad. Megvan a Tamáris. Köszönjük neki a kétharmadot. Köszönjük kétharmad, érted? Senki nem tudja, hogy máshol is lehet. És ott sorakoznak. Hát egyébként komolyan, tehát 89 óta neki minden megvan. De ez csak bekattani, ránézel egy plakátra, erős izgalmi állapotban kerül, és azt mondod, akarom. Elviszel egyet, és onnantól enyhén erektáltan elviszed a többit, mert hogy rákattan. Az, hogy ezt lopod, de ez is lopás. Hogyne. Hallod, van egy limitált kuncim. Olyanok vagyunk, mint a kamaz. Mindent elviszünk, gyerekek. Teszkos, gurulós kocsiból grillező. Ígyetek. Na jó, írjatok akkor még, drága hallgatók, jó? Tehát ki mit vitt el köztérről, utcákból, országútról, bárhonnan, amit azóta tudtok valahogy használni kertben, lakásban, kútépítésre, bármit. Jó, várjuk az SMS-eket. Gyerekek, akkor mindent ellop a magyar, mondhatni. És mindenből csinál valamit legalább. Igen, tehát nem az, hogy elviszem is ott van a kertemben, legalább jól használom fel. Nálunk a kertben a körülti padok vannak a teraszon. Hát, gratulálok. Necces. Na jövünk mindjárt egybe szapontos a 8 óra. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 8 óra után vagyunk, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók. Gyönyörű napsütés. És egész héten ez lesz, hétvégére megint itt a 30 fok. M0-ás gyálnál az M5-ös felé van egy baleset, a sor vége már Pécelig ér. Többen gyertek erre. Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. És M0-ás Waberers-es teautó nagyon veszélyes, nyitott hátfallal megy. Wow. Úgyhogy ott lehet, hogy néhányan meg rohannak utána, hogy elkapják az LCD TV-ket, meg ami hűtőszekrényeket, ami leesik éppen. De vigyázzatok, jó? És az M5-ös gyár M0-as a Pécelig ér a sor, azt többen elküldtétek, ott nagyon nagy dugó van, vagy baleset, úgyhogy arra ne nagyon menjetek, jó? Na, hát mi pedig ugye igazából, nem is tudom már, igen, az ellopott 60-as tábla és a bográcsfedő, üstfedő után jutottunk el oda, hogy csak végezzünk egy ilyen röpke közvélemény kutatást arról, hogy ki mit vitt már el közterületről, utcáról, a terekről, hogy ez egy ilyen bevett dolog, hogy elviszük születésnapra a 60-as táblát meg üstfedőnek, és kiderült, hogy gyerekek, mindent viszünk, ami mozdítható. De legalább ma a mai téma arról szól, hogy legalább valahogy megpróbáljuk felhasználni. Igen, van, ugye? Tehát nem csak tehát most ellopod, és aztán kidobod valahova, hanem jó célra használod. Igen, tehát a témák nem az értelmetlen lopás, hogy csak úgy elvitted, és ott rohadt, hanem hogy elvitted, de legalább tudsz belőle valamit csinálni. És hát nagyon jó SMS-ek jönnek, féltek, viszünk megint mindent, ami mozdítható. Majdnem olyan, mint a bolti, majdnem, de nem, viszont ez ingyen van. Igen, igen, de nagyon jó, mert az tényleg mentesíti őket, hogy legalább szellemesen megpróbálják valamire használni. Nem, tehát, hogy ha értelmet nyer a lopás, ugye lopásnak lopás, ugye? De legalább lesz belőle igen, valami, legalább a kertbe, a suftiba, a garázsba, tehát hogy csinálnak csak belőle valamit. Nem a közszolgálja, hanem... De kiderült, hogy mindenhonnan minden, gyerekek. Tehát mindenhonnan minden. Útjelző, bója, postaláda. Kocsirámpa vasúti simből van, födém szerkezett mély fúrási fúrószárból, garázsfém szerkezett szalagkorlát tartó cölöpökből, üsfedő és hólapát, az alap, természetesen kresztábla, domború tükör. A domború tükör
Na jó, az csak úgy van. nagyon szép. Ugye én belátható, ilyen nehezen belátható, hogy az utcáknál szokták kirakni a domború tükröt. Igen, de ő leírta minden. Mindent, mire használ. Tökéletes. Igaz, hogy mindent ellopott, és ő épített belőle egy házat, de legalább csinálja, vagy használja. Nagyapám hosszú udvarában probléma volt az esővíz elvezetés. Ő az országút széléről azokat a fehér fényvisszaverős műanyag oszlopokat használt a csatornázásra. De óriási a telek. Szép napoktok legyen. De az valahogy lecsatornázott vele ezekből a fehér 50 méterenként kirakott fehér oszlopokból? Kiúszta, lefordította, és már ott is volt a folyóka. És megcsinálj belőle egy folyókát. Aha. Az M7-es alapja előre gyártott vasbeton elemekből van, na nálunk az a melléképület födéme. Amihez a vasúti úti sínek a gerendák. De szép. Gyerekek. Hát ahol például házgyári lakások épültek, ugye a panel lakások, ahol csinálták az alapokat, Győr, Nyergesújfalu, itt valaki írja is, hogy ott a környéken az összes garázs abból készült, hogy ott kompletten ellopták a darabokat. Érted? Amiből a paneleket építették, azokat a lapokat. Röhögünk, de valahol azért de, szomorú az egész, nem? Hogy amit letesznek, hogy építsenek bőle valamit, kettő nap volna nincs ott, viszont egy kertbe figyel, mert neki az nagyon kell. Tehát úgy visszük el, mintha tényleg a sajátunk. De én csináltam belőle valamit, ne, hát én azért ezt felhasználom, érted, mintha mentesítenem. Ezért ebben meg ráadásul van egy jó adag pofátlanság, mert ránézést látod, látszik, hogy honnan persze. van. Persze, és az nem úgy ment, hogy Sanyika, hogy 8-at gyártsatok már még lepluszba, mert nekem kéne garázsnak. Igen. Igen. Akkor a falusi néniknek a megfigyelő eszköz, az megvan, amit az ablakból tudtad az utcát nézni, hogy ez micsoda? Ja, de a motornak a visszapillantója. Hát jó esetben, de a motor visszapillantója kicsi. Minek van nagy visszapillantó? Busz. Így van. A busz visszapillantó Igen. tükör van az ablak keretre rácsavarozva. Mama ül bent. Mama ül az ablakon, nézi a tévét, fölnéz, és a tükrön keresztül látja, hogy megőrülök. Ki az. Megőrülök. És itt van egy busz tükör. A nagy Igen. busz tükör, mert ugye az fog be nagyot. A motor meg tükör megint is. Hova megy? Igen, nézd már. A kiskumajsai fürdőben az egyik barátom úgy lopnék már valamit felkiáltással, a honnalá csapott egy vigyás csúcás veszélytáblát. Hazasétáltunk ki, éveken keresztül kirakta a hétvégi házukba, amikor felmosott. Ezt elhiszed. Na, felmostam, kirakom a táblát. Az biztos örült neki, aki óriási taknyol. Vigyás csúcás veszély. De legalább használt, hogy kirakta, amikor felmosott. Éveken keresztül ki volt a tábla a családnak. Egyedül élte. Egyedül élte, kirakta a táblát. Itt van egy hallgatónk, haló, jó reggel, ciao. Sziasztok, Nándi vagyok. Nándi, igen, te írtad nekünk ezt a pottyantós telefonfülkés dolgot, ugye? Te beraktál egy telefonfülkét a kertedbe. Így van. De nem a kertemben, van a kertem egy részén. Nem középen van, nem úgy kell elképzelni, amikor megyünk pottyantózni, akkor a kert közepén végezzük a dolgunkat. Aha, és ez egy telefonfülke. Így van, ez a hagyományos vas telefonfülke, ami már egyre kevesebb van Pesten. Hol találtad? Hol esett? Négy telepen guberáltam pontosan. Nagy beszállítás volt, és akkor én rácsaptam egyre. Jó, hogy bevitték a még telepre. Aha, egy tehát akkor te nem felkaptad a válladra két haverral, fölborítottad és felkaptad, hanem bementél a még telepre. Az egy kicsit túl nehéz, mert szerintem ilyen 300 kiló. Hát a kín szenvedés volt hazahozni utánfutóval, meg négy ember kellett hozzá, mire felállítottuk. Ez a kertedben, ez nem egy szőlő? Szőlő? Nem, mert én ezt egy láttam, ugyanezt a megoldást egy szőlőben. Úgy telefonfülke a pottyantos. Igen, mert bementem, nem volt kerítés, bementem, hogy megnézzem, hogy tényleg van egy telefon. Kinyitottam, és ott volt bent a klotty. A pottyantos vécé, és akkor kivágtátok az alját tulajdonképpen? Hát nincs. Igen, nem kinyit. Ja, nincs is alja, csak maga. Egy kis átalakítást csináltam bele, rendesen ülőke, és akkor oda rá tudsz ülni, van egy tartály, mert belepottyatod, és komposzt vécéként funkcionál. De várj, az három oldalról üveges a telefonfülke, annak csak a... Igen, azt én kiszedtem belőle, és akkor vékony falemez van belerakva, hogy azért ne lehessen átlátni rajta, kellemetlen lenne. Igen, teljesen jó. A telefonkönyveket, ha benne hagytad, akkor az még esetleg jó is arra, hogyha elfogy a papír, akkor egy szaknévsort beleraksz, egy nem tudom, arany oldalakat. Most érted, azért 800 igen. oldalapból azért elvagytok egy darabig igen. családilag. Igen, egy pár évig. Pár évig azért megvagytok. Ólomérgezésben meghaltok, mert felszívódik végbélen keresztül, de ne törődj vele, viszont tudjátok törölni. Igen, régi cucc, most tartotok Szabóéknál. Nagyon, és figyelj, te így építesz mindent, hogy mégből elhozod, és csinálsz belőle valamit, ilyen kis gyűjtögető vagy? De ez a gyűjtögető, ez egy kicsit, ahogy mondják most, ez ilyen leértékelő. Nem, én ezermester vagyok, és szeretem az ilyeneket, ezeket átalakítani, vagy újrahasznosítani.
úgyhogy ennek ez a története. Persze mégse rájön, áldogáljon ott. És mennyire adnak egy ilyen telefonfülkét vasárban? Hát ez 10 éves történet volt, akkor nagyon lent volt a vas ára, úgyhogy ilyen 15 ezer forint volt, de szerintem most már több lenne az eszmei értéke, többet érne, mert most már egyre kevesebb van. Na igen, hát ezeket most már itt szerelik le folyamatosan, igen. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Oké, sziasztok. Ciao, köszi, ciao, 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 ciao. Miskolcon a kertben van egy villamos. Hát, de és mire használja? Darabokba elvitte, hát, összerakta. Mert hétvégi házad, Békés Csabán például, hogy mész be új kígyós felől, van egy ilyen nagyon jó kis kertes rész, kis hétvégi telkekkel, ott legalább 8 vasúti kocsi van, igen, amiből csináltak hétvégi házat. És ott azért elgondolkodol rajta, hogy azt vajon, hogy vitték fel oda, mert a híradós kocsit például megszoktad, tudod, amikor a Honvédség vagy a még a Magyar Néphadsereg megszabadult ezektől, akkor ugye a hátsó részét, ahol a műszerek voltak, meg ahol a berendezések voltak, ezt leemelték, és ebből csináltak hétvégi házat. De azért egy vasúti kocsi, annak azért olyan tömege van. Igen. Ma már egy sindara volt az ülő, azon törte a diót, Józsi. Anyám a reptéren dolgozott, nekünk repülőgépülés volt a teraszunkon. Hát csak úgy, hát beülsz, brummogsz egy kicsit, nézd, lesz a repülőgépülés. Nincs ez a telefonfülke, az üvegasztalam. Haverom buszsofőr volt a volánál, otthon még a műhely ablaka és Ikarusz ablakból volt. Ugye gyárból. Nekünk, Jézus Isten. Egyik ismerősöm a McDonald's-ból ellopta a bohóc figurát. Kérdés, hogy mit csinál vele, igen. Mi az autópálya melletti lévő szántóföldön álló hirdető állványról vágtuk le a ponyvát hajnalban, leszettük róla a hirdet, és a mai napig az utánfutó ponyvája lett belőle. Olcsó volt, mint megvenni, hát, egyébként. Igen. Bátyám az állatkertből nyúlt el a közönséges göröny táblát, és beragasztotta a klotyóba. Belém égett még a latin neve is. Mustella putorius. Itt hívják a közönséges görényt. Régebben nagy divat volt ellopni ezeket a kék vason sárga úthibát jelző lámpákat. A telken ebből lett a repülőgép leszálló pályám kivilágítva. Kék vason sárga lámpa? Kék vason sárga úthibát jelző lámpa. Ezeket elvitték. Aha. Nálunk a pinyóban a stoptábla csövéből van a gógórúd. Gyerünk, anya. De anya néha felkapaszkodik a gógórúdra. Hát van, aki csinálja ezt így saját szórakoztatására, aha, meg apa szórakoztatására. Fel kell polírozni elég rendesen ahhoz, hogy ez csúszom. Azt a mindenségét neki. Van a hófogó, most már hálót szoktak kitenni, de régen ilyen műanyag panelelemek voltak, tudod, és egyik jobbra, másik balra az út szélén. Igen. Ahol nagyon nagy a szabad terület, hogy ne hordja rá a havat a szél az útra, ezt a műanyag ilyen rácsozatot rakták. Egyik erre, másik erre, egyik erre, másik arra. Az például nálunk rendszeresen szedték össze a faluba, és abból lett aztán a tyúkol. Ketrec. És mindenki hozta be, mert gyönyörűen lehetett egymáshoz drótozni őket, és kiválóan működött. Budapesten bármerre térköveznek, mindenhol hazavittem 10-15 darabot táskát szatyorba, anyámnak a kocsi lejárója, mai napig abból van, 2 év alatt sikerült összegyűjteni. 2 év alatt gyűjtett össze. Azt a mindenségét neki. Autókereskedésből autó bemutató emelvény, azóta otthon cserélek olajat az autón. Útépítése jött, szegélykövekből van megépítve a kerti grillező és a bogrács alatti tűztér is. Gyuri küldte nekünk. Spáros bevásárlókocsi, fát hordani az udvarról a kazánházba, tökéletes volt. Egyébként 100 forintba került, az, hogy ezt berakod a kocsit, a csomagtartod, igen, és úgy viszed el. Hát 100 forintba került, mert ugye egy százassal tudod leválasztani a többitől. Igen. Ezért került egy százasba. És akkor szépen bevásároltál, be a kocsiba, azt haza lehet vinni. Nálam a volt albérlőm lopta el a főtérről a vasdíszkukát, amikor elköltözött, ott maradt az alaksorban. Nyilván nem volt pofán visszamenni a rendőrségre, ezért ott maradt nálam. Egy vasdíszkuka. Rokonnak vonat ablak a nyári konyhán, hinta ágyon vonat ülés. Ezt nem teljesen értem. Micsoda, hogy... A hintaágy a vonatülést. Tehát elvitt a vonatülést. Elvitt a vonatülést, rárakott 2 láncot a hintaágy alá, és azon. Ne ott csinál, a vonatülésen. Ne csináld. Azon ez jelent. Borzasztó. Igen. De kicsit ezért is tartunk itt, mert így működünk. Hát azért ez nagyon szomorú, nem? Hát ránéz... Hát, és, na, tehát, hogy így nem túl elegáns. Kidobták volna. Ja, tényleg. Minden, gyerekek, mindent elviszünk, minden. Bójából annyi van nálam itt, hogy rutinvizsgát is lehetne csinálnom. De mi, hogy elmész, mint az M7-esen van egy terel, és kinyúlsz, és felkapdosod a bóját. És mit csinálsz vele? De simán ellopod, de simán lopod, de mit csinálsz? De mit csinálsz 1000 darab bójával? A szomszédnak a kertjében egy teljes busz megálló van, gyerekek.
Darabokban, táblában, üléssel, fedéssel, mindennel együtt egy teljes buszmegállót ellopsz. És hogy lopsz el egy buszmegállót részletekben? Kiállsz és minden nap lecsavarozol valamit? Egybe egyszer csak leszereled a buszmegállót? Ahhoz, hogy ezt részletekbe lopd el, ahhoz szét kell vágnod. Hát az egy összehegesztett ilyen cucc. Hát hogy nem, az igen. Igen. Most nem tudom, hogy mennyire kamu, de van például fönt itt valamelyik internetes piactéren egy telefonfülke 13 ezer forintért, de úgy, hogy az eredeti helyén van. Tehát valaki úgy árul egy telefonfülkét, hogy majd menj el és szeredd le, és adjál 13 ezer forintot azért, mert te gyakorlatilag ellopod. Hát ez igen. Tulajdonképpen minden, amit itt felolvasunk, az mind lopás. Oké, okay, hogy használják forint valamire. Ez itt persze. Hát ez... Tehát amennyire vicces, ez legalább annyira szomorú. Haverom sírásról, a pottyantós a régi sírokból van megcsinálva. Az arra, amikor tojztál és olvasod, hogy kismárja élt ennyit ne, és ennyit, de azért az elég morbid. Jézus! Ne. De magából a márvány kőből, vagy a feliratból? Igen. Tehát abból van megcsinálva? A pottyantós budi. A pottyantós budi. Röhögünk, de ez mind lopás, írja valaki. Egyébként igen. Igen, tényleg így van. Abszolút így van, igen. Én a Telekomtól vittem telefonfülkét WC nekem is, az angol WC mosdóval. Megvan az útjelzőbója. Hogy mit csinálsz az útjelzőbójával? Remek öntözőrendszert lehet belőle csinálni a krumplihoz, írja egy hallgató. Nem tudom, hogy, mert fotót nem küldött. Ha? Hát valószínűleg ugye fejjel lefelé rakod a krumpli fölé, és akkor csak bele kell önteni a vizet, és aha, ez szépen és csöpögteti. Kiukaszgatod a hajsokot, csöpögtetős? Csöpi rendszer, csöpi. Lehet. Na jó, de gyerekek, sírokat hazavinni érted. Az nekem erős. Tehát, hogy azért, erős. Tehát, hogy oké, hogy rögünk, de hogy lebontod magát a sírkövet, és megépíted vele a pottyantó, érted? Tehát, hogy és egy budit építesz vele. Igen, ott valószínűleg a rokonok már kihaltak, nem járnak ki, nem fizetik már a sírlak ezt a bérleti díját, és akkor félredobálták a régi sírköveket, és nyájom már ott, jó lesz igen. Az budinak. Nem lopok, így értek el, csak kölcsön veszem, amíg elhasználom. Nem ugyanaz, csak mondom. Üdvegy toll és vajkereskedő. Nálunk telefonfülkéből lett füstölő. Disznóvágás után nagyapám ott füstölte a kolbászt és a szalonnát. Okos. Mert miből? Telefonfülkéből megcsinálta a füstölőt. Meg is van, ahol a kábelek mentek ki belőle, ott van egy kis cső fölfelé, az ugye a kis kéménye, és akkor mellé építettél valamit, ahol megcsináltad a füstöt. Át a füst. Igen, üvegeket kiszedted, lehet, hogy le is falosztad. Már meg is vagy. Okos. Jó ajtója van, jó okos. Zár. De. Két buszmegállóból nálunk medence készült, egy ismerősnél egészen jól szuperált. Azért elmondott két buszmegállót, és valahogy átaplikált a medencévé. Érted? Egy komplett buszmegállót. Isten lop el egy komplett buszmegállót. Majd a padokat leszerelik, hogy a táblát elviszik, egy komplett buszmegállót elvinni. Hát azért az nagyon meleg. Na jó van, gyerekek, hát köszönjük szépen az esetet. Így van. A lopás... Nem jó ez. Szörnyű. A lopás semmilyen formáját nem támogatjuk. Igen, ezt ne nagyon csináljátok, jó? Csoda, hogy valami még megvan ebben az országban, ja. Nem? Tehát, hogy így valahol még valamire le tudsz ülni, vagy van egy busz megállott. Hát tényleg ilyen szinten viszünk el mindent. Ha le tudsz ülni a körúti padot, értitek? Hogy a körúti padot hova viszi? Ne, ahogy hova viszi, azt tudjuk, mert megírta a hallgató, hogy lopod el a lecsavarozott körúti padot. Hogy azért abba teszel melót. Megállsz hát egy utánfutós Lada 1002-vel, meg a krova készlettel, mert nem tudod, hogy hanyas csavar. Oda térdelsz a pad aljára, és elkezded... Leszeded a csavarokat, a 8 csavart, ami tartja, és fölemelitek a haverral, és fölteszed az utánfutóra. Hát ez így, mert ezt fényes nappal, vagy éjszakak? Fényes nappal kevésbé feltűnik, azt hiszem, hogy csak felújítasz. De hogy ez így a vérünkben van? Tehát ez egy ilyen, hogyha most tényleg keresnénk, nem tudom, kétszer ennyit, háromszor ennyit, ez egy ilyen hozzad fog meg, jó lesz az valamire, valahogy ezt láttuk, ez így belénk kivódott a sejtjén. Senki nem használja, jó lesz az vid, ha mozdítható vid, ez így bennünk van. Meg azt, hogy mindenki háromszor annyit keres. Neki. Ugyanúgy elvinnék, ugyanúgy. Szerintetek? Persze. Nem változna semmi? Nem. Itt nem csak a takarékosság van benne, az van benne, hogy ez az utcán van, tehát senkié. Uh-huh. Ja, értem. Közterület, hogy nem. Ez nem fog hiányozni senkinek, nem, igazából nem lopok, tehát kicsit ezzel felmentem magam. Egy villanyoszlop, na most egy villanyoszlop, hát most kinek hiányozna egy villanyoszlop? Senki nem telefonált itt. A kis fülkére. Senki nem látta meg itt telefonálni, akkor hazaviszem. Egy Pécsej felett, Zádorvár, visszaépítettek a falba néhány sarokkövet. De egy ilyen 6-8 darabot. Egyenként olyan 20-25-30 kilósak voltak. Szépen visszaépítették őket. Nem mondta, hogy nincs ott. Élelmesék, felmentek, kivésték, hazavitték.
Érted? Tehát, hogy de csak azt. De csak azt. Tudták, hogy mert az volt, hát többi az régi, több száz éves szar külője. Kinek kell. És az újat elvitték. Az újat fogták, hazavitték szépen. De abba azért előtt kellett pakolni, mert azt szépen kivésed. Az vésővel kivésed, azt kivésed. Aztán pedig beraktad az autóba, azt elhúztál vele boldogan. És hova viszi? Mit csinál vele? Beépíti a házba? Nem is vagyok benne biztos, hogy otthon olyan nagyon eleményes egyébként felhasználja. Látta, hogy új vigyük. Vaj, valamire jó lesz. Valamire. Nincs lebetolozva, vigyük el gyerekek, ami mozdítható, vigyük. Kocsi beálló ballapnak. Mi tessék, moziszékból teraszon kiülő. Hát azért, amikor sétálsz ki a moziból egy moziszékkel, két nachosszal, meg egy félig megívott Pepsi-kólával, hát azért csak megkérdezik, hogy haver, én értem, hogy nem volt jó a film, meg drága volt. Így már vissza azt a moziszéket, légy szíves. Érted? És kisétálsz a válladot. Elnézést, mi ez magánál? Ez sajtos popcorn. Nem az, már... Van valami a vár, mit hordál? És az Avatar 2 után kijössz egy moziszékek, de már a film közben elkezdett kicsavarozni, érted? És látod, a csávó veszi föl a moziszéket. Annyira jó volt a mozi, hogy mindig erről a szikról mindig ez fog az eszembe jutni. De ki van találva? Teraszon kiülő. Várjál, stílus van, elegancia van. Teraszon kiülő. Nem ám csak úgy egy kocsi hátsülésén ott rohadért. Teraszon kiülő. Félelmetes a magyar. Tényleg félelmetes, gyerekek. Na jól van, köszönjük az SMS-eket. Fél kilenc, vagy jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék a Rádió Egyen. 3.9 lesz pontosan 2 perc múlva. Budapest 18 Gilice tér és környéke teljesen be van állva. De ez a Jani, nem? Ez a Gilice tér, meg 18, vagy ez Lőrinc? A Gilice, vagy az hát a Gilice tér. Szent Imre vagy mi? Az nem, az a Jani, te vagy a Gilice tér. Te vagy a Gilice. Gulya-gulya Gilice, az te vagy, nem? Aha. 18, teljesen be van állva, csak mondom. Nem, nem neked, csak hogy... Ne menj haza. Ne menjél arra. Jó, ha mész egyébként. Nem mondd el az egérutat. Bár akik ott laktak, azt tudják egyébként, igen. Az M0-áson Szentendre felé 65-ös kilométeren belsősában 4 autó ment össze, 7 kilométerre dugó. Azért indulgat ez a szeptember, gyerekek, indulgat. Tévedtem az előbbi jóslatommal, hogy nincs semmi. Hú, mi tegnap iskolatáskát készítettünk be, füzeteket hány néztünk kiló, át, gyerekek, Viki címkéket ragasztott, meg ilyen a hátad közepére. Ma szülői megbeszélés. Érted? Tehát ilyenek vannak meg. Viki. Tessék? Viki megy. Nem én, Balázs. Ja, hogy nem, azt hiszem, én most ezt megnyertem. Én ezekre szívesen megyek. Na! Nem, tényleg beülök, meghallgatom üveges tekintettel. Az első hallgatom, de kell, figyelj, kell, végig csak, tudod, mint egy nyolcadikos a gyerek, ilyenkor azért így bemész, megmutatod magad, körbe szimatolsz egy kicsit. Kivel lehet beszélni a tanárok közül, hogy csak jobb legyen az a jegy? Igen, vesztegetsz, beszélsz, nyalizol. Nem, hát így az elsőre azért így elszoktunk. Nyolcadikos. Ja, igen. Ez ilyen. Nagyon durva. Hogy nyolcadikos? Nekem mondod? Mi? Harmadikosnak kéne lenni a gimnáziumban. De hát ilyen nem. Nagyon durva, hogy még nem érettségizett le ez a szerekerek. 22 éves, hát most mit csinálják, nyolcadikos? Nem. Jó, érted, megy az idő, hát majd egyszer csak meg lesz a nyolcadikos. Nem, a nyolcadikos már, igen. Nem tudod, mi a durva? Valamelyik nap jutott eszembe, hogy csinálj, azt hiszem, hogy Pécsen voltunk, amikor elhoztátok a Benit először. Kitelepülés, így van. Igen. És megvan a közös képünk. Most valamelyik nap a kezembe került. Igen, az még egy klasszikus kitelepülés volt, talán nem is tudom, volt. Pécsi kitelepülés, igen. És azt hiszem, hogy arra is rühesek lettünk, mert atkás volt az ágya, emlékszel? Igen. Hát, fura volt ez a szálloda, egy kicsit vakaroztunk 3 napig. Meg igen, kérdeztem, hogy a kezembe vehetem, és akkor gyorsan a Viki elkapta, de hozzáértem, és akkor azt hiszem, hogy 3-4 napig betegeskedett. És a Viki is. Ne, de tényleg egyébként megvan. A hotelnek a teraszán voltunk kint, tök szép ilyen napsütéses idő volt, de tél volt. Vagy valami ősz vagy tél lehetett, mert nagyon fel voltatok öltözve. És ott tök jó kis kép, tehát hogy így megvan valamiért. Nem is tudom egyébként, hogy került a kezembe. A gyerek? Azt én sem. Megfogtad? Mi? Nem, az ikrek. 2009-ben indul, persze, lehoztuk szerintem, hogy egy 2009-es, mert őszi nem, de mint ami 2010-es őszi lehetett, akkor egy éves most volt konkrétan. Most mondom, nézegettem, mert betelt a tárhely is kellett a kép a váraknak. És akkor kitörölted, semmi baj. Persze, az összes közös emlék így ment a kukába. Semmi, dobd ki, hát ne törődj vele semmi. Mondom. Érted, messze van a külső Winchester-et, ezt nem tudom át. Na gyerekek, egy kis valentinnapi kínai változat. Ugye most volt Kínában a valentinnap, ők most ünneplik, előrelátóak. Hát ők valahogy a kínai napi valentin, hát gondolom megvan a valentinnapnak a kínai megfelelője. Aha, a pártalan éppen. A pártalan éppen így van, ünnepelték a kínai kis valentinnapot, és olyan szenvedélyesen csókolózott egy kínai férfi a barátnével, hogy beszakadt a dobhártyája. Hát azért, na, le a kalappal. Hát akkor szívó vagy fújó mozdulattal szabad be a dobhártyát. Igen, romantikus randival a kórházban ért véget.
Egy kínai férfit kórházba kellett szállítani, mert hogy beszakadt a dobhártyája. A Valentin napi kínai verzióját ünnepelték az ország keleti részén. A bal füle hirtelen fájni kezdett, majd egy pukkanást hallott csokoládzás közben, amitől elromlott a hallása. Kórházba szállították, ahol közölték vele, hogy kiukadt a dobhártyája. Vagyis hát tulajdonképpen beszakadt, igen, ugye? Az kiukadt, de beszakadt valójában, erről van szó. Vákum a menyeskébe. Két hónapig is eltarthat, mire felépül. Antibiotik írtak fel neki, és hát ha szükséges, akkor meg is műtik. Az orvosok felhívták a kínai orvosok a figyelmet, hogy a szenvedélyes csokkolódásra vigyázzunk, mert a hirtelen jövő légnyomás, igen, változás az nincs okozhat dobhártya beszakadást. Igen. Hogy van tehát ez? A csaj annyira rácsatlakozott a csávó szájára, hogy ott sehol nem tudott egy kis levegőbe menni. De megszívta vagy és megfújta? De megszívta. De nem lehet, hogy műfizetét áttolta a levegőt. Akkor kiszakadt volna. Hát aki vagy beszakad, az ugyanaz. Figyelj. Ugye kiukad a dobhártya, hívjuk így, az egy befele menő levegő légmozgástól is ki tud pukkanni, és az is beszakad. Elszakad, hát ez egy vékony hártya. Igen, az a szívó erő, akkor szakad befelé. Uh-huh. Ha befújsz a csávónak, akkor kifelé megy. És robbant a csávónak, vagy megszívta a csaj. Azért a kis menyecskébe van vákum. Ők komolyan vette, hogy a Fellini klasszikusból a ne fújj, szív, te kis hülye tanácsot. De úgy, a trafikos nő. De úgy egymásra tud pattanni két száj, hogy annyira megszívott, hogy a csávónak összör guvadni kezd a szeme, horpadni a szája. Majd... nekem mindenek, Zsül! Azért szívesen kipróbálnám, de nem akarom, plusz hogy szájon csokoljatok. Plusz az orra? Az tehát... befogta az orrát a csaj? Vagy bekapta az orrát is? Tehát vagy lehet, hogy meg volt fázva a csávó, és nem szelelt tényleg, az orra. Tényleg, egy nagyon durva orsvényfertőzés volt. És a csaj belefújt a szájába. De milyen szerencsé, hogy így kipróbálták a csóknál. Képzeld, ha esetleg valami orális kényeztetésre kerül sor. Ott a csávót föllövik a holdra, gondold el. Tehát azt képzeld el. Hogy most gondold el, hogy ez csak egy csók. Azért a kislány az egy 1300-as Roventa. Azért képzeld el. Először balhere. Jobbhere. Végbél, prostata. És a csávót így önmagába visszaszívja. Kifordítja. Jézus Atya úristen, azért ott van a lányban, azért ott van megavat teljesítmény, nem? Gyerekkorotokat is csináltatok ezt, hogy ilyen nejlonzacskót, meg folpakot, meg mit tudom, amit így szájjal pukkantatod ki. Az be, megvan? És a szívtad befelé. Befele szívtad. Befele szívtad, csináltál egy dudot belőle, és fölkipukkasztottad. Persze, azzal nagyon sokat szórakoztam. Igen. De ez lehet, hogy ilyen első csók élmény, ahol a lány még nagyon kavar, nagyon azt érzi, hogy bizonyítani kell. De azt hol olvasod, hogy szívnia kell? De erre ez egy jó felvetés. Tehát mi van, ha a lánynak nagyon hosszú volt a nyelve, igen, és áttolta a fülébe? Aha. A szájból én eljutok a fülbe? Hiszen a kerülő úton. Tehát egy nagyon hosszú kerülő úton bekavart a fiúnak a szájába. Hát az át tudok jutni. Át az eusztát kürt, ezt alultuk búvárkodásnál emlékszel, hogy ott nyomod föl a levegőt, hogy kiegyenlíts. Aha. Tehát ha hosszú és vékony tűszerű nyelve volt a kínai lánynak, azzal eljutott odáig. Hát elvisíkod. Van összeköttetés. Van. Akkor ő belefújt a szájába, uh-huh, a csávónak? Hát a szád és a szemed között is van. Tehát lehet, hogy a csávónak beszívta a szemét is. És fogta és behorpadt a szeme. Érted, azért ez nagyon. De az egyébként első csók volt, nem? Igen. És nagyon próbált kavarni, uh-huh, bizonyítani. Nem mert kérdezni. Nem mert kérdezni, felkérdezte az anyát, hogy mit kell csinálni. Legyél ügyes. Nektek még megvan az első csók? A leges-leges. De nem az ilyen a 6 éves puszi a szájra, hanem nem, akivel nagy kavarás volt, igazi, nagyon nyálas, tocsogó, szájtörlős márolás. Igen, mi a francot kell csinálnom? Mit kell csinálni? Kicsit már unom, hagyjuk. Tudod, kicsit már unom. Hol van ebben az élvezeti? De több verzió van. Van, aki utánozza, amit a másik csinál, van, aki improvizatíven megpróbál kavarni, és van, aki csak tartja, mint a hal, és nem csinál semmit. Több verzió van. Ti melyik típusba tartoztok? Improvizatív? Az nagyon lelkesek voltunk. Ne. Én nagyon. Te szerintem a borsóhéjat is kiszedted a bal hatosan. Biztos. Milyen borsóhéj, szalonna pörc. Megvan még a helyszín, a pillanat, a lány, minden? Meg. Igen? Meg. Nekem ez az úgynevezett ablaktörlő technikám volt. Ez a... Miért? Jobbra, balra? Ez és leállíthatatlanul csak ez. De csak balra, jobbra? Ne csináld! Hát de mi ez? Honnan vetted, hogy így kell? Már bocsánat, de senki nem mondja. Az anyámból kellett tudnom, hogy kell csókolozni. Legalább valamit kavartam. Mondjuk igaz, oké, nem, oké. Ennyi, nem ennyi volt, tudod, hogy... De reagáltál az ő agresszív kavarására, vagy érezted, hogy múlja nem csinál semmit, ezért beindult az ablaktörlő? Nem, ez meg volt nekem, hogy mert ott a srácok mesélték az idősebbek. Hogy kell csinálni? Hogy kell csinálni, hogy mit kell csinálni, érted?
És akkor ide csak a saját... Mondták, hogy Jani balra jobbra. Igen, balra. Az nagyon fontos, Jani, hogy a saját szádban ne kavarja. Abban nincs semmi élvezet. Érzéki volt, jó volt, vagy egy ilyen közben nagyon gondolkodós, meddig tart ez, mit csinálok, miért ilyen nyálas? Mint hogyha egy daggadót, vagy egy felsált, vagy nem tudom, hogy nyalogattam volna. Akkor mondjuk nem volt túl aktív a kicsasszony. Nem, ő se. Tehát, semmi? Hogy mind a ketten vagy ő is tapasztalatlanak voltuk, ő is visszahozta, és aztán picit. Szerelmesek voltatok egymásban, vagy csak a csókolózás volt? Mert szerintem az tökre nem mindegy. Akkor jöttünk össze. Akkor jöttetek össze. Idősebb volt, fiatalabb volt? Tehát volt rutinja benne, vagy neki is az első csók volt? Ugyanannyi idős volt, mint én. Tehát első csók lehetett valószínűleg neki. Igen, ugyanúgy 28 volt, mint ő. Ugyanúgy a katonaságban, amikor leszereltél, érted, és elvégezted az első három évet, próbaidőn megcsókoltad a főnök. És most jut eszembe, hogy ő is fiú volt, ugyanúgy, mint én. Mondta, hogy lág. Igen. Jó, tehát akkor neked egy ilyen balra-jobbra kavarós. És azóta fejlődtél? Micsoda? A csókolózás Jedi mestere lettél? Én szerintem elég jó vagyok. A szájban kavarás Bruce Lee-a? Szerintem igen. Igen? Igen, ügyes. A nyál nélkül is márolás Jamie Oliverje? Én azt gondolom, hogy az egyik legimprovizatívabban használt izomcsoportom a számban. De az se jó, ha túl kavarsz. Tehát az se jó, tehát el tudom képzelni, hogy benned van azért egy ilyen nagyon bizonyítási vágy, és úgy mész érted, az haver, mint a 4500-as fordulaton. Ezt Móni szerintem meg tudná erősíteni, hogy sajnos én az a csókolózó típus vagyok, aki, hogyha táncos lenne, akkor egy idő után félrerökni a partnerét. De valahogy ezt tudom elképzelni. Egyedül. Tehát szerintem a Móni közben vagyok. Eljönne, kimenne a szobából, kivenne valamit a hűtőből, te csukott szemmel, ugye... Neked ki volt az első? Középiskola, más, harmadéves voltam. Na, egész későn. Hát a nagy csókolózás. Igen, tehát nem a puszi óvoda, hanem a klasszik csókolózás. A nagyon nagy... Terékenéni fizika szerte. Egy fél malacsal. Egy fél malacsal a szatyorban. Igen, egy kicsit hipernangálni a szája. Tetszik velem csókolózni, akkor hozok kolbászt holnapra. Csak tessék vele svárolni, Marika néni, mert már olyan tanos vagyok. A szemről egy titom, hogy Hughes nézett rám. Tehát bementetek a szertárba. Wow, Pintér Krisztával. Pintér Kriszta. Nem volt szertár. Pintér tenyám. Nehogy, hagyjál már, nem is tudtuk ki ez a Pintér. Idősebb volt, fiatalabb volt? Nem, fiatalabb volt egy évvel, és nagyon szerelmes voltam belé, ő is állítólag belém, de tényleg, és az igazi első csókolózás, az figyelj, nekem olyan jó volt, nekem semmi ilyen nincs, hogy jobbra-balra. Lágy, könnyed. Igen, olyan jó volt a csókolózás, de lehet, hogy már csak megszépült, tehát lehet, hogy ő másképpen. De nem volt egy ilyen, meddig tart ez, mit csinálunk, jé, de fura. Én imádtam. Hú, de nyálas. Ó, nem. Nem volt? Nem. Tehát azonnal jó volt. Nekem az első nagyon-nagyon jó volt, utána voltak ilyenek, hogy... És kaptál visszajelzés, hogy te is jó vagy? Tehát, hogy jó, tehát a csajnak is jó volt? Tehát, akkor te azért ügyesen csináltad. Másfél órán keresztül csak nyaltuk, faltuk egymást. Másfél órán keresztül. Az első csókolózás, az nekem összeborulva a parkba az egyik fa mellett. Te csukott szemmel romantikáztál, ő meg pedig nyitott szemmel nézte a fali oldalt. Basszus. Elment a koronai ezzel, hogy a személyben a gyorsom is elment, a buszom is elment. Gyalogolni fogok 8 kilométer a vasútállomásig. Rohadt életbe hagyja már. Mert ez szereti. Érdekes dolog, ezt nem tanítják, ezt nem mondják el. Ez vagy van érzéked, és ügyes vagy, és jól csinálod, vagy örök életedre béna leszel, de szerintem ebben még csak olyan nagyon fejlődni se tudsz a visszajelzések alapján. Ez egy érzék, nem? Ez egy ilyen, vagy megy, vagy nem, kavarhatsz, fejlődhetsz egy kicsit, de vagy jó vagy benne, vagy nem vagy jó benne. Nem? Tehát ezt nem tudsz nagyon... Már vannak próbálkozások, pont a kínaiak pár évvel ezelőtt hoztuk be a csókautomatát, amivel tanítják a gyerekeket, hogy van egy ilyen műszáj nyelvvel együtt, hogy kell csinálni. Ki az, aki próbált előtte annyira izgult, hogy rápróbált a tükörre, na, vagy a soha. Kezére, vagy a tenyerére? Tessék? Nem volt ilyen, hogy a tenyér hónaj, nem volt ilyen, hogy... Könyökhajlat. Nem spároltatok könyökhajlatba? De megkértem apámat, hogy adjon egy kicsit a papa, nyugodtan borotválkozzá meg a bal hónajra. Én csináltam. Nekem gimiben volt az első csók, én rápróbáltam egy párat. Itt nagyon jól lehet a könyökhajlatba. Meg ugye a kéz alkaron. Tehát megfogod és oda rakod. Annyira izgultam, hogy én próbáltam. Nekem volt akkor egy barátnőm, de koleszba lakott egyébként. Egy ilyen táncos csajci volt. Ővel volt az első csók. És hát kezdtünk már így összemelegedni, még nem mondtam, mert egy házi buliba történt meg maga a csókolózás. De valakihez elkeveredtünk. De tudtam, hogy lesz valami, de hát mondom, felkészületlen nem megyünk. És akkor mindig szünetekben felhúztam így a kis pot. De mit kérdezik? Hát megpróbáltam, hát a tapintást, a puhasságot, megnéztem, hogy fel vagyok a készülve az eseményre.
És tudom, azon gondolkoztam, hogy azon, hogy én nem gondoltam, hogy ez ennyire nyálas. Aha. Tehát, hogy valahogy úgy smárolt a csaj, mint a kölyök vizsgálat. Igen. Tehát, hogy így, hogy tehát a homlokom is, érted? Aha. A homlokom is nyálas lett. És így ültünk, feküdtünk valahol az ágy mellett egy buliba, elkezdtünk smára, és így közben azon gondolkoztam, hogy én ezért nem voltam felkészülve, hogy ez ennyire nyálas, hogy átömlött a nyála a számba, de jó, ügyes volt, meg szerintem jó voltam. Idősebb volt nálam. Tehát én valószínűleg neki nem az első voltam. Nekem ő volt az első. De begyakorolt. Kavartam én is, mint egy kis gekkó, mentem balra jobb. Jó. Mindenhova, érted? De hogy az úgy megmarad az első csok. Ha rossz, ha nem rossz, az megmarad, nem? Hát ez is jobb, mint Feriéknél a Márton napi lúd. A nem harambosolva. Persze, lehet, hogy többen gyakorolnak. Párom a csempével próbálkozott, azon gyakorolt. Tehát, van, persze, nem. Hát gyakorolsz. Fürdőkád oldala, persze. Zuhanyrózsa. Na, írjatok, meghallgatod, csak mennünk el, jövünk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggel. Hogy megy a dárszozás odakint? Érzem. Érzed? Érzi. Az új nyilak azok még ilyen, hát az nem, valahogy nem. Könnyű nyíl kell nekem. Ilyen 21-22 grammos. De itt az új, vagy otthon? Ide is behozom. Hozod a nyilaidat. Tartunk, érted? Nyilakat hord be, edzésre jár lassan, már készül, a hónap végén a VB lesz itt, azt hiszem, nálunk. Gondolom, már jegyed megvan. Országos bajnokság. Nem, jön meg valami, 7 világbajnok jön most a hónap végén. Nagyon nagy lesz. Már megvan, páhójegye van, ne viccelj. Legközelebb a táblához, hogy tudja nézni őket. Dárc világbajnokok jönnek Magyarországra. Igen. Hát, hogy itt van Federer is, gyerekek. Roger Magyarországon nem van. Nem tud dárcozni, minek jön? Nem hiszem, hogy dárcozni, de jelentetik a kímeim. Ismerek néhány embert abban a szállodában, ahol van. Tárgyal a turulla? Valószínűleg igen, félre mondja a 10 évre 300 millió dolláros Uniqlo szerződését, és átköt a turulra 600 millió dollárért. Valószínűleg ez van a háttérben. Kifizetjük, megveszünk, kilóra nem számít. Jön, itt van. De hogy milyen ügyből kifolyólag, nem tudom, lehet, hogy csak egy-két napra, vagy városlátogatás, vagy valami szponzorációs dolog, nem tudom, de állítok, Magyarországon van. Öcsém. Bizonyám. Elmennél vele vacsizni? Jöjjön elő velem. Mondjuk ez is, hogy egy gyűjtse vagyok. Na, azért a sorrendszer, érted? Na, Ferenc, jó, hát természetesen okay. Igen, amennyiben felhív, hogy menjek el vele vacsorázni. Na, de természetesen. Várjá, hát ez csak megközelítés kérdése. Hát, hogyha ha Federer együtt vacsorázik Balázs, akkor ezt az egyik lap megírhatja úgy, hogy Federer elment Sebestyén Balázzsal vacsorázni, így vagy van. Úgy is, hogy Sebestyén Balázs elment Federerre vacsorázni. Az elsőnek jobb az olvasata. Igen. Szerintem ha ma becsörök és felhív, meggondolom. Okay. Van este egy szülőértekezletem, nem tudom, elég fontosnak tűnik. Egy kicsit elcsúsztassuk, Roger, ne haragudj, fél hétre ott vagyok, de ha 5-től helytállok. 5-től osztálypénzt fizetek, meg kérdéseket ezekbe. Kezdje lenni, beszállok, sietek. Rendelj valami előételt, ott vagyok utána. Jó, és akkor találkozunk Kispesten a Laguna Sushi-ban. De hogy... Hova vinnél, tudod? Hova vinnél? Hát ami olyan helyre kell vinni. Ami nem rossz, hát, mondom. Hát olyan helyre kell vinni, ahol nincs egy felhajtás. Hát érted? Hát van, most elmehetünk, nem tudom, ilyen Michelin csillagos valahova. Hát most Nobu, meg ilyenek, érted? Hát, figyük oda, amire nem számít. Igen. Hát itt van, kíváncsi, meddig van, hogy hogy van. Akkor van még egy tippem. Szarvas Csertatér, Aziz, az igazi gyrosz. Álva, elbeszélgetünk egy órát, igen. Na, szóval ugye az első csokról beszélgettünk itt, mert hogy egy kínai férfi olyan szenvedélyesen csókolózott, hogy beszakadt a dobhártyája. És arról beszéltünk, hogy milyen érdekes az első csók, mert ez valahogy mindenkinek tényleg megmarad, az izgalom, a csókolózás, a pillanatok. Én van, aki nagyon tisztán emlékszem pillanatok, az első csók is én. És ugye én elmondtam, hogy ti nem készültetek ugye rá, de nekem volt egy gyakorlás, alkaron például. Rákészültünk erre, hogy ne, persze, fontos volt, hogy mire odérünk, addigra rutinos csokolózók legyünk. Na de a könyök hajlat nem csókol. Nem könyök, hát ez az alkar. De írja valaki, hogy a fürdő tusoló üvegajtaja nekem is megvolt 10 évesen, az uncsimmal próbáltuk ki. Mondván, így még mindig jobb, mint egy idegennel. Nem élveztük, nem csináltunk többet egyébként. De nem így van, szóval az első csók az tényleg megmaradt. Az úgy mindenki emlékszik, persze, a csajra, a helyszínre, a pillanatra, és arra, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Zsül, neked hol volt? A fenekemen. Hol csókolószál először? Velencén.
Velencén. Mit kerestél távol? Kertmozi, ami már ugye megszűnt. Kertmoziban. Van megint kertmozink, szólok. Hát igen? Ott ahol ott volt. Nincs. Valószínűleg ugyanaz nincsen. Megy, mint a 70-es igen? években. Nem, a cápa film bemutatója. A cápára csókolózták. Annyira megijedt a kislány, hogy véletlenül megcsókolt. Ki az Isten csókolózik a cápára? Hát. Tehát miközben ott embereket zabálnak föl, meg sikerül. Nézem a filmet. Ja, ő is már volt le. Persze. És akkor már nem volt hova menni. Nem volt. Ki tudtad kavarni a popcornt a szájából? Egy-két. Igen, átnyúltál és kitisztogattad? Emléksz? Valami. Ügyes volt? Igen, igen, ugye. De tényleg van kukoricával a szád, az úgy nehéz. Ő már szerintem rutinosabb volt. Ja. Aha. Aha. És te milyen vagy az a, te az a lezsibbattál, lebénulós típus voltál, vagy ha már ott voltál, megtettél mindent. Hogyne. Amit, akkor már kavartál. Beleadtam mindent. De ide és még az ember szíve is jobban dobog, az meg van, hogy dobog a szíved, persze. És kicsit a szádban és a füledben hallod, hogy dobog a szíved, annyira izgulsz. Igen, annyira tele van vérrel az agyad, amikor először csókolódott. De egy picit ideges voltál, hogy pont azt a részt nem láttad, amikor az orka léket kapott. Most már sűrje, rohadt érte. Egyébként egy mozi jó helyszín, de moziban kicsit sötétebb van, nem? Hát ott... Ja, várt, az külön izé, hogy karolod át a csajt. Hát a sötét, de ha a csaj letámadta, akkor az egy nyertű. De aztán oda söndörgött nagyon. Tehát ugye félt magától a csóktól? A filmtől, ja, félt a filmtől? Persze. Édes, hát hogy lehet, csak oda akart bújni. Sajnálom. Ráadásul ez egy kertmozi volt délelőtt 10-kor, tehát a sötét. És ketten ültek benn. Húszam, ez mozi vett. Este 10 körül volt. Nem, tényleg ez. Már itt a Júli, és akkor meg végigkérdezzük a csajokat. A csajoknak meg teljesen más, ugye? Hogy ott is. És egy csaj, hát akkor belefőtt egy csaj kezdeményezzen egyébként simán. Tehát nem volt baj. Te mondtad, hogy te már más valami másra gondoltál. Hát igen, nálam ugye az volt, hogy rohadtul untam már. A csókolózást. Tehát, persze csókolóztunk, és végig azon agyaltam, hogy mikor foghatom meg a melleit. Hogy az első a csókolózás, nem örültél, hogy úristen csókolózom? Jézusom! 2 perc után már uncsivá vált az egész, meg ugye az ablaktörlő technikám miatt. És rohadtul nem esett, és aztán gondolkodtam végig, hogy vajon elszúrok vele mindent, ha már az első alkalommal megfogom a melleit, vagy várjak még egyet, legalább. Tehát, még egy csókolózást. Igen, hogy még egy csókolózást, még egy napot. Aki mer, az nyer alapon. És nem mertem. Nem mertem? Nem mertem. Inkább még fél óráig ablaktörlőztem. Nem mertem, de végig azon agyaltam, így tudod, így kezdeni, így tudod, így... Mikor fogadtam meg a melleit? Elindultak. Ja, én nem mertem megfogni. És örültél, hogy csókolózol, annyira izgultál, hogy azonnal fogdostad volna, mert olyan rámerős voltál. Volt korábban egy alkalom, amikor már levették a kezemet róla. De egy másik lánynak. De ez egy BKV volt, mikor 12-es volt, és mondták, hogy na, de kisfiú. Vele például nem is csókolóztam. Csak megfogtad a mellét? Szerintem jogos, hogy levesz a kezedet. Elzárod. Viszonylag így beívódott a Csiti Perveséget. Szia, Gabi vagyok. Vedd már le a kezedet. Egyébként kb. De mit? Te milyen volt? Miért? Csak úgy rányúltál a mellére? Megkívánta. Szia, Gabi vagyok. Én sem azért mondom, de az egyik unokanő, az egyik unokanővéremtől kaptam. Hát az egyik unokanővéremtől kaptam életemben az első pofont. Lecsöcsözted. Az unokanővére. Egy családi rendezvény. Nem, az iszám. Jézus, a nagyvecskerek utcában. Tudtad, hogy unokatesód? Kicsi volt. Megkérted, hogy hagyd fog meg a mellét? Kicsi volt, nem volt. Tök kicsi voltam még, nagyon pici voltam még, már mint fiatal, mert most is pici vagyok. Tehát nagyon fiatal voltam még, megálltam el eszembe, és azt kérdeztem tőle, hogy ez mi? És rámarkoltam. Akkor ez neked egészen gyerekkorban valahogy fixálódott. Igen. Tehát ott a szoptatás környékén mehetett el valami. És ő egy kicsit nagyobb volt, már kamaszlány volt, idősebb volt nálam egy 10 évvel, és olyat lep. Ott a Nagybecsker utca kellős közepén olyat levert nekem, mint az állat. De ebből nem tanultam. Hát ebből nem? Semmel. És aztán az a csókolózós lánynak megfogtad a mellét. Ja, végül a később persze. Engedte. És? Brutál csöcsém. Jézus! Nagyon-nagyon szeretem. Tehát addig csókolóztál, elmondtad, hogy én már nem kívánok, nem érdekel, de most már addig csókolózom, mert addig nem engedett megfogni a mellett. Én már értem, aztán szakítottuk. Igen, végre megfogtad. Júli, neked mi volt? Én tükrön gyakoroltam. Tessék! Mondom, hogy van olyan, aki gyakorolt. Ez egy bevett dolog volt gyakorolni. Igen, mert kíváncsi voltam rá, hogy milyen az, amikor így közelítek így valaki felé. És hogy mennyire hülyén nézel ki, amikor ezt csak így neki mész a tükörnek. Jó, hogy te a látványt akartad látni? Igen, tehát az arra voltam kíváncsi, milyen az, amikor így... De milyen csuka van a szemed jobb esetben, és meg is nézted magad a tükörnek. Igen, amikor nagyon közel érsz, akkor bebandzsítasz. Jó, de ronda vagyok, bandzsitok, nem fogok csokolozni, de senki nem bandzsit, hanem becsukja a szemét. Bandzsa vagyok. És így lettél látens leszbikus. Bandzsa
vagyok, Bon Jovi. De én azt hittem, hogy azt próbálgatod, hogy tudod, hogy puhaság, hogy ajkak, hogy tehát megcsókod nem, a tükröt. Én arra voltam kíváncsi, hogy milyen az, amikor így elindulsz arccal így a másik felé, és így elkezd így elfordulni a fejed. És ezt egy tükörbe. Egy tükörre, persze. És szexi nyitottad a szádat közben? Igen. De lecsuktad a fél szemedet, hogy azért legyen egy szemlecsukos kép is, de a fel így itt vagytad, hogy lássad maga, hogy bungyit az jobb szemmel. Az mondjuk furán nézhetnénk ki tényleg. De egyébként egy farsangi bulin történt a dolog Pistivel. Pisti, olyan kb. 12 és fél éves lehettem, és felszaladtunk egy terembe, és a barátnőim jöttek utánunk, és hallottam, hogy kuncognak a hátam mögött. Leskelődtek, nem szép dolog. Pisti kicsit lemaradt, mert fél lábok kalóznak költözött. És igazából tényleg nem volt meg a fél lába, ezért csak kalóznak tudott töltözni a hobbitikból. Pisti, jössz már, jövök csak! Kopogott a mankó. Na jó. És nagyon-nagyon szerelmes voltam belé rögtön, ahogy megcsókolt, és nagyon nyálos volt. Ugye? Na én is ezen gondolkoztam, hogy ez ennyire nyálas. Be akarta kapni az egész arcomat. Úgy ez ennyire is olyan nyelven. Hatalmas üvegkúlya volt. Mutatta az okélet. Szóval, hogy nagyon kavart, Pisti. Nagyon. Pisti Bece neve egy anyálas, akkor igen, ezek szerint. Nem, a nagy száj. Ja, értem, hogy így bekapta a fejedet. Azt gondolom, nem tudom, én nem tudom, hogy csókoltam, vagy milyen volt az első pár csókom, most már tudom, hogy, vagy azt hiszem, hogy tudom, hogy milyen a jó csók, de akkor ugye az volt a cél, hogy minél jobban bekapd a másik fejét. Vagy igen, hát nagyon akart, meg akartál bizonyítani, igen, nagyon be akarták kavarni, nagyon akartál csókolózni, persze. És akkor faltól falig lettél nyálas. Tehát abban tulajdonképpen semmi romantikus nem volt, mert ahogy kijöttem a teremből, hogy törölgetnem kellett az arcomat. Jézusom. Csillan. Akkor Pist is egy ilyen kölyökvizsla volt valószínűleg. Ez ilyen terézvárosi Steven Tyler volt? Vagy, tehát, hogy ilyen nagy a szája is nagy volt? Hát te is nagyra tudod nyitni, ha akarod, nem? És utána jártatok? De. Tehát lett belőle valami? Hát így jártunk, hát nem igazán jártunk. Hát nem volt ilyen, tehát ilyen, igen, így szerelmesek voltunk egymásba, úgy rajongtunk egymásért, de igazából nem volt abból semmi. Aha. És mi lehet most Pistivel? Hol van most vajon Pisti, és mit csinál? Ebben a pillanatban most mit csinál, és hol van? Szopogatja a fejét. mint egy kocsek nyalókát. Fölkapott egy oldás csoportot, és leszopogatta a fejét. Na, de akkor jó élmény. Tehát jó élmény. Igen, mert nagyon, nagyon szerelmes lettem abban a pillanatban. De nem Pistinek adtad oda aztán az ártatlanságodat? Nem. Nem. Jó. Tehát Pistivel, igen, hát de kamaszkorban te akivel csókolózol, aztán ezzel nem történt meg. Vagy nem azzal történt meg, mert amíg a csókot ott még nem adták olyan könnyen. De jó, azért ezek jó élmények. Anna még emlékszik rá, szerintetek? Megkérdezem. Anna! Ne csak viccel. Tudunk holnapra intézni egy regressziós hipnózist. Módosult tudatállapotban elő tudjuk hívni belőled az első csokat? Petőfi kis szakálla nagyon megszurkálta az arcot. Emlékszem, a Pilvaxban voltunk. Valami csávó fölállt veletem az asztalon, és elkezdett ordibálni, hogy forradalom. Így van, azt hiszem, hogy Vasfarkú Pál. Ja nem, Vasfári Pál. Na mi volt, emlékszel még? Sulibuliba volt. Kis sulibuli. 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 Én is olyan julikorú voltam. Olyan 12. Akkor viszonylag fiatal. Igen, hát igen. Miért, az nem olyan fiatal. 12, igen, és jó élmény volt, nagyon puha volt a fiúnak a száj, és nagyon nagy szája volt. Sanyinak hívták, és nagyon oda voltam írta. Sándor! Sanyi szépen finoman lágyan, vagy Sanyi nagyon kompenzált, nagyon kavart, nagyon bizonyított? Nem, ő nagyon finoman lágyan, és az volt a fura, hogy nagy szája volt, és ilyen nagyon puha és volt. És gajatetőn volt karbantartó. Nem, Mátrafüredben ja, Mátra volt. Mátra. De nem, és Suli is volt veled egykorú? Nem egykorú volt velem, idősebb volt, mint én. Egy pár évvel. 32 éves magyar tanár. Igen, és ő volt a fűtő. Ő pakolta a szenet alul az iskolába. Minden gyereket most már ott 6 éve pedofilia érül egy ízén Mátra szemesébe. Töcsit lecsúszagú volt a szája, de 30 éve Bárján Osztrámban kiderült, hogy full pedó. Na és jó volt? Jó volt, jó élmény volt, de nagyon izgultunk mind a ketten, de nagyon jó volt, érzés igen, volt. Igen, és nagyon izgulsz, igen. Nagyon izgulsz, nagyon bizonyítani akarsz. És aztán Sanyi volt később, aki... Nem. Sanyi, látod, hogy Sanyi megállnak a csóknál. Te a mor megtette kötelességét, a mor mehet. De aztán még kiabált sokáig, hallottad a kiabálását, hogy ő öltözött a rabomon, hogy Janna, szeretlek, várj meg! De már vitték Mária Nostrát. És közben rágta a rácsot.
Nem, de jó volt, jó élmény volt, meg utána olyan büszkeség önti el az embert, hogy tudod, elmeséli a zsajoknak, hogy mi történt, akkor mindenki, hú, mi volt, mesélj! És akkor ez olyan nagy dolog, 12 éves. Te is, Sanyi. Téged is elkapott, Sanyi bácsi. De ez durva egyébként tényleg, hogy te ott Mátrában csókolózva, miközben 56-ban lőttek a szénatéren. Nem, te agyar durva egyébként. Agyar durva, hogy nyugodt életet volt. Zajlott a forradalom, hogy csókolózom már nyakfüredet. Érted? Hát érted, oda nem jutott el a forradalom szele. Mit tudtatok ti arról, hogy emberek halnak meg 56-ban az utcán? Nem, félelmetes, Anna, hogy neked már akkor is ezen járt az eszed, miközben a parlamentereknek a vérzését megpróbálták elállítani. Lőrinc határában. Ennyi, te meg csak ott ültél a Benepataknál. Ja, Istenem. De gyerek, akkor tulajdonképpen 7-ből 7 emlékszik az első csókra. Tehát mindenkinek megvan, mindenki emlékszik, mindenki... Tessék? A nevére nem. Csak cápa filmet néztél a kertmoziba, de nem emlékszel a nevére. Azért az nem szép. Az nem szép. Igen, az mennyire gáz, hogy mindig, és ő, amikor az első csokrája gondol, mindig Roy Schneidernek a nevére. Akkor van egy Sanyink, van egy Pistink, igen? Van egy neked ki egy Rozink, Krista. Van egy Krisztánk, Rozi, van egy... Te kinek akartad megfogni a csecsit? Várjál. Már nem emlékszünk csak a csecsre. Hatalmas hormányára. Hogy hívták a csajt? Rohadtul meg. Ne csinálj. Fogalmam. Viszont a mellei, olyan jó mellei voltak, tehát nincs meg. Van egy név nélkülünk, van egy Ildink. Hogy? Ildi! Az az enyém volt, te hülye. De nem, ilyen. Ugyanaz. Jó mellei voltak, basszú. Jó, hogy Ildikó volt. Táncolt? Hát, egyszer az arcodon. Igen. De azt már nem tudtam mire élni. Igen. Az egy kicsit erős volt már neked is. Jó, mondtam neki, hogy szélesebb, aztán pedig mint egy rulettkereket. És csinált egy 360 fokot az arcomban. Hát ezek az Ildik, ezek ilyenek. Ezek ilyenek, jaj gyerekek. Igen. Milyen érdekes ez így mindenkinek, hogy megmarad, nem? Az első szex, az első hát csók, az első randi, az első nagyszerem, az első pasi, az első csók, ezek ilyen mindenkinek tényleg így nagyon megmarad. Tehát nincs olyan, az első csók is így nem ugrik be a neve, vagy a legalább a helyszín, nem? Meg, hogy jó volt, vagy rossz. Jó. Meg, hát, hogy jó vártam. Volt, vagy rossz, vagy hogy te jó voltál, vagy rossz voltál. Mert azt is tudod, hogy úristen, nagyon béna voltam, nem ment, izgultam, nem tudom. És akkor jön a legutóbbi. És akkor most nézzük a legfrissebb élményeket. Valaki? Na jó, senki? Akkor jöjjenek a hírek. Ja, Istenem, jó ez. De még azért azt mindig nem tudjuk, hogy a kínai férfinek hogy szakadt be a dobhártyája. Szóval azért, mert itt senki nem mesélt el ilyen durva történetet, hogy azért ennek a kínai pacáknak hogy szakadt be a dobhártyája. Ugye, hogy azért ott valami légnyomás, ott befújás, megszívás. Ott azért a kislány azért ott le a kalappal, nem? Tehát azért ott valamit tud. Vagy pedig tényleg az van, hogy annyira légszomja volt már, annyira tapadtak egymásra, hogy ő vett egy levegőt. Csak éppen... Hogy megszívta a pacák száját. Annyira egymásra tapadtak, hogy elfogyott a levegő, elfogyott a szusz. Ha kiszakad a dopár, tehát behorpad a füled? Tehát van egy vákum, ami így begyűri a füled, tehát ilyen kicsi lesz, így begyűri. Nem húzódik össze a hallóvel. Húzódik a füled az agyadig, és elkülik a füled. Van ilyen, hogy bemegy nagyon a füled. Ugye ez a kínai csávó, ez ugye kórházba került, és kiderült, hogy hát kiszakadt a dobhártyája. És azt próbáltuk fejtegetni, hogy a fenébe, de hát akkor erre azért nincs megfejtés. Na jó van, gyerekek, hát óvatosan. Vigyázzon azért mindenki. Jó a csókra. Jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9:30 itt vagyunk rögtön a hírek után. 9 óra után vagyunk, pontosan 38 perccel időjárásunk. Szuper! Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Köszönjük, nagyon jó. És hát gyerekek, nem elfelejteni, hogy szeptember 15, ez ráfordultunk olyannyira, hogy szeptember közepe a jövő hét. Tehát így, na mindegy, ne is menjünk ebből le. Szeptember 15, ez jövő hét péntek, ugye dupla adásunk van, mert délután 4-től 7-ig az Etele Pláza mellett leszünk. Wow. Igen. Úgyhogy... De reggel is leszünk, Jani. Reggel is leszünk, így de van. Leszünk, hát lesz egy beköszi, meg egy elköszi. Így is van, sok zenével, de utána leszünk, csak nem fáradunk el, hogy bírjuk a délután. Hát kint, hát jó, szó. Sűrű nap lesz, 15-én, délután 4-től 7-ig, Etele Pláza. És, bocsánat, csak elfújtam itt egy-két dolgot, hogy nem, már előre elfújtam az Etele Pláza szülinapi tortát. Ez gyakorolja.
És a gyerekek, autót lehet nyerni majd a helyszínen. Úgyhogy... Ez nagyon-nagyon régen volt már. Már egy másik rádióban volt utoljára, hogy autót soltunk ki. Igen. Egy MG-zés, komforttípusú személyautó, 500 000 forint értékű etelepláza, vásárlási utalvány, szóval nagyon-nagyon durva dolgokat viszünk ünnepelni, hogy etelepláza... Születésnapját. Születésnapját, így van. Azt hiszem, talán a második, hiszen az elsőt is velünk ünnepelték. A második, így van. Lesz egy 500 ezeres vásárlási utalványunk. Egész héten lesznek napi 100 ezeresek. Így van. Jó lesz. Tehát sok ajándékunk lesz, és ezek a játékok jövő héten indulnak. Hát és a legnagyobb durranás tényleg az autó. Az nagyon klassz, igen. Igen, igen, meg is jött az első SMS Suzuki. Köszönjük szépen. De nem. Hogy nem. Jöhet a sponsor. Mindig nagyon szeretjük a Suzuki SMS. Nagyon szeretjük. A figyelmesebbek már hallhatnak az autónak a márkáját. Így van. Úgyhogy ezt most elküldjétek, ez egy régi klassz FM-es játék, de értjük a humort, csak ha van autósponzort, nem nagyon szeretjük. Mert igen. Ő se szereti. Fúj, nekünk egy másik márkát. Emlékeztek, hogy MG-z és komfort, inkább azt küldjetek. Jó, illetve a Prigozsin az természetesen oké. Tessék? ZS, azaz, MG-ZS. Mit mondtam, Z-s? Ja, bocs, hát jó, oké. MG-ZS, így van. Komfort típusú személyautó. Nagyon jó. Mi pedig mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma. Lecsavarozták a 60-as táblát Debrecen közelében, és arról kezdtünk beszélni, hogy mi az, amit otthon elvittél, illetve pontosabban nem is kértünk benneteket, csak így magatoktól kezdtétek el írogatni a lecsavarozott 60-as tábla, hogy ti már mit vittetek el, és hogy használjátok otthon, és belefutottunk egy olyan dologba, hogy kiderült, hogy mindent vissza magyar, ami mozdítható. Gyönyörű. És hát megírtátok, hogy mit vittetek el közútról, utcákról, terekről, amit otthon tudtatok használni. Elnyebenye. Azért ez egy nagy elnyebenye. Nem szép. Egyáltalán. Sajnos kérdőt, hogy mindent viszünk, amit tudunk. Nem is viszünk lopót. Bocsánat, igen, használjunk a jószon lopót. Tessék? De mindenből csinálunk valamit. Legalább valami történik vele otthon. Igen. A táblákból, meg a bójákból, meg a kerítéselemekből, meg a szalakorlátból mindent felhasználunk, gyerekek. Nem kölcsön veszük el, lopjuk, valljuk. Igen, azért ez konkrét lopás. Az első csokról kezdtünk beszélgetni, egy kínai pár nem is tudta, hogy milyen jó témát adott nekünk, hogy ott a pasinak beszakadt a dobhártyája, olyan szenvedélyesen csokorozott a barátnőjével. Megpróbáltuk kitalálni, hogy ez hogy lehet, hogy beszakad a dobhártya, de aztán egy romantikusabb emlékezésbe kezdtünk, hogy ki hogy emlékszik az első csokra. És hát kiderült, hogy hívják ez ilyen flash élmény, vagy igen, milyen élmény, mindenki, hogy ez így az megvan. Mindenkinek megvan, mint a 2001. szeptember 11, tudod, hogy hol voltál és mit csináltál. Tudod, kivel csókolóztál először, és hol voltál, és hogy hívták? Meg, hogy milyen volt, jó vagy rossz? Meg, hogy milyen, te milyen voltál, és hogy az illető milyen volt, igen. Köszönöm még egyszer, hogy eszembe jutott a nevét, mert hogy már én arra alattól emlékeztem. Ildikó. Hát, kit akarta? Ezt az aprócskább emléket. Hegyes, dombos, völgyes. Igen. Na, mutatjuk a napregetőt. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Lecsavarozták a 60-as táblát Debrecen közelében, mert hétvégén disznótól volt. Kiderült, hogy ezt üstfedőnek használják. Van, tehát, hogy a 60-as tábla az pont jó arra, hogy lefedjék az üstöt. Igen. Pont a nagy abáló üstnek a tetejére illik rá. Két luk középen, fafogó, kész, meg is vagy. De már írek, hallgatok, nekünk a kötelező haladási irány az üstfedő. Hát, ami közel van a házhoz. És az a jó, hogy ugye nem a festőkis oldala van lefelé, az van fölfele. Tehát rögtön, amikor odamész, akkor látod, hogy ti is loptátok. Kerek születésnapokra minden vidéki közlekedési táblát kap. Ez egy teljesen bevőtt dolog, 30-as, 40-es, 60-as tábla. Én ezt nem tudtam megmondani őszintén. Persze. Szomszédom a vadveszély táblával lapátolja a havat. Régi közlekedés tábla oszlop kivágva, utána felpolíroz, és kész is volt a tuning kipufogó vég. Oh. Júj, de jó. Mi házzal együtt vettük, nem loptuk, higgyetek el, gyalogos átkelőhely tábla a kerti csap aknájának a fedele. Kocsirámpa vasúti simből van, födém szerkezett mélyfúrási fúrószárból, garázsfém szerkezett szalagkorlát tartó cölöpökből, üsfedő és hólapát, az alap, természetesen kresztábla, domború tükör. A domború tükör, na jó, az csak úgy van. nagyon szép. Ugye belátható, ilyen nehezen belátható, hogy a utcáknál szokták kirakni a domború tükör. Igen, de ő leírta mindent, mire használ. Hát ahol például házgyári lakások épültek, ugye a panel lakások, ahol csinálták az alapokat, Győr, Nyerges, Újfalu, itt valaki írja is, hogy ott a környéken az összes garázs abból készült, hogy ott kompletten ellopták a darabokat. Érted? Amiből a paneleket építették, azokat a lapokat. Röhögünk, de valahol azért
szomorú az egész, nem? Hogy amit letesznek, hogy építsenek bőle valamit, kettő nap volna nincs ott, viszont egy kertbe figyelmen neki, az nagyon kell. Tehát úgy visszük el, mintha tényleg a sajátunk lenne. De én csináltam bőle valamit. Ne, hát én azért ezt felhasználom, érted? Mintha mentesítenek. Ezért ebben meg ráadásul van egy jó adag pofátlanság, mert ránézést látod, hogy honnan persze. És az nem úgy ment, hogy Sanyika, hogy 8-at gyártsatok már még le pluszba, mert nekem kéne garázsnak. Igen. A kiskumajsai fürdőben az egyik barátom úgy lopnék már valamit felkiáltással, a hón alá csapott egy vigyás csúcsás veszélytáblát. Hazasétáltunk ki, éveken keresztül kirakta a hétvégi házukba, amikor felmosott. Ezt elhiszed. Na, felmostam, kirakom a táblát. Az biztos örült neki, aki óriási taknyol. Vigyás csúcsás veszély. De legalább használt, hogy kirakta, amikor felmosott. Miskolcon a kertben van egy villamos. De és mire használja? Darabokba elvitte, hogy összerakta. Mert hétvégi házad, Békés Csabán például, ahogy mész be új kígyós felől, van egy ilyen nagyon jó kis kertes rész, kis hétvégi telkekkel, ott legalább 8 vasúti kocsi van. Mamánál egy sindara volt az ülő, azon törte a diót, Józsi. Anyám a reptéren dolgozott, nekünk repülőgépülés volt a teraszunkon. Hát csak úgy, hát beülsz, brummogsz egy kicsit, nézed a leszem, nincs ez a telefonfülke, az üvegasztalam. Haverom buszsofőr volt a volánál, otthon még a műhely ablaka is Ikarus ablakból volt. Amúgy egy gyárból. Jézus Isten. A bátyám az állatkertből nyúlt el a közönséges görönytáblát, és beragasztotta a klotyóba. Belém égett még a latin neve is. Mustella putorius. Így hívják a közönséges görényt. Rokonnak vonat ablak a nyári konyhán, hinta ágyon vonat ülés. Ezt nem teljesen értem. Micsoda, hogy... A hintaágy a vonatülést. Tehát elvitt a vonatülést. Elvitt a vonatülést, rárakott két láncot a hintaágy alá, és azon. Ne ott csinál, a vonatülésen. Ne csináld. Azon jelent. Ez borzasztó. Igen. Ezért is tartunk itt, mert így működünk. Hát azért ez nagyon szomorú. Röhögünk, de ez mind lopás ide valaki. Egyébként igen. Tényleg így van. Abszolút így van, igen. Két busz megállóból nálunk medence készült egy ismerősnél, egészen jól szuperált. Azért ellopott két busz megállót, és valahogy átaplikált a medencévé. Érted? Nincs lebetolozva, vigyük el gyerekek, ami mozdítható, vigyük. Mi tessék, moziszékból teraszon kiülő. Hát azért, amikor sétálsz ki a moziból egy moziszékkel, két nachosszal, meg egy félig megívott pepsikólával, hát azért csak megkérdezik, hogy haver, én értem, hogy nem volt jó a film, meg drága volt. Így már vissza azt a moziszéket, igen, légy szíves. Érted? És kisétálsz a válladon. Elnézést, mi az magánál? Ez sajtos popcorn. Nem az, már... Van valami a vár, mit hordja? És az Avatar 2 után kijössz egy moziszékkel, de már a film közben elkezdett kicsavarozni, igen, érted? És látod, a csávó veszi föl a moziszéket. Annyira jó volt a mozi, hogy mindig erről a székről mindig ezt fog az eszembe jutni. De ki van találva? Teraszon kiülő. Várjál, stílus van, elegancia van. Teraszon kiülő. Nem ám csak úgy egy kocsi hátsó ülésén ott rohad, ér. Teraszon kiülő. Félelmetes a magyar. Tényleg félelmetes, gyerek. De úgy egymásra tud pattanni két száj, annyira megszívott, hogy a csávónak először guvadni kezd a szeme, horpadni a szája. Majd... Nekem mindenek, Zsül! Azért szívesen kipróbálnám, de nem akarom, hogy szájon csókoljatok. Plusz az orra? Az tehát... befogta az orrát a csaj? Vagy bekapta az orrát is? Tehát vagy, a lány lehet, vagy meg volt fázva a csávó, és nem szelelt az orra. Tényleg, egy nagyon durva orsövényfertőzése volt. És a csaj belefújt a szájába. Ti melyik típusba tartoztok? Improvizat? Az nagyon lelkesek voltunk. Nem. Én nagyon. Te szerintem a borsóhéjat is kiszedted a balhatos alól. Biztos. Milyen borsóhéj, szalonna pörc. Megvan még a helyszín, a pillanat, a lány, minden? Meg. Igen? Meg. Nekem ez az úgynevezett ablaktörlő technikám volt. Ez a... Milyen, jobbra-balra? Ez, és leállíthatatlanul csak ez. De csak balra-jobbra? Ne csináld! De mi ez? Honnan vetted, hogy így kell? Már bocsánat, honnan az anyámból kellett tudnom, hogy kell csókolozni. Legalább valamit kavartam. Mondjuk igaz, oké, oké. Mert nem ennyi volt, tudod, hogy... De reagáltál az ő agresszív kavarására, vagy érezted, hogy múja nem csinál semmit, ezért beindult az ablaktörlő? Nem, ez meg volt nekem, hogy már ott a srácok mesélték az idősebbek. Hogy kell csinálni? Hogy kell csinálni, hogy mit kell csinálni, érted? És akkor ide csak a saját... Mondták, hogy Jani balra-jobbra. Balra. Az nagyon fontos, Jani, hogy a saját szádban ne kavarja. Abban nincsen élve. Érzéki volt, jó volt, vagy egy ilyen közben nagyon gondolkodós, meddig tart ez, mit csinálok, miért ilyen nyálas? Mint hogyha egy dagadót, vagy egy felsált, vagy nem tudom, mit nyalogattam volna. Akkor nem volt túl aktív a kicsasszony. Nem, ő se. Tehát, semmi? Hogy mind a ketten, vagy ő is jobbra balra? Voltuk, ő is visszahozta, és aztán picit. Szerelmesek voltatok egymásban, vagy csak a csókolózás volt? Mert szerintem az tökre nem mindegy. Akkor jöttünk össze. Móni szerintem meg tudná erősíteni, hogy sajnos én az a csókolózó típus vagyok, aki, hogyha táncos lenne, akkor egy idő után félrerökni a partnerét. De valahogy ezt tudom elképzelni. Tehát szerintem a Móni közben vagyok. Eljönne, kimenne a szobából, kivenne valamit a hűtőből, te csukott szemmel, ugye...
Neked ki volt az első? Középiskola, más, harmadéves voltam. Na, egész későn. Egész későn. Hát a nagy csókolózás. Igen, tehát ami, nem a puszi óvoda, hanem a klasszik csókolózás. Nagyon nagy. Terékenéni fizika szerte. És tényleg. Egy fél malacsal a szatyorban. Igen, kicsit hipermangálizó szája. Tetszik velem csókolózni, akkor hozok kolbászt hónapra. Tök tessék belesvárolni, Marika mert, néni, mert már olyan kanos vagyok. De a szemből meg kitom, hogy Hughes nézett rám. Tehát bementetek a szertárba. Wow, Pintér Krisztával. Nagyon szerelmes voltam belé, ő is állítólag belém, de tényleg, és mi, az igazi első csókolózás, az figyelj, nekem olyan jó volt, nekem semmi ilyen nincs, hogy jobbra-balra. Lágy, könnyed. Igen, olyan jó volt a csók, de lehet, hogy már csak megszépült, tehát lehet, hogy ő másképpen. De nem volt egy ilyen, meddig tart ez, mit csinálunk, jé, de fura. Én imádtam. Hú, de nyálas. Ó, nem. Nem volt? Nem. Tehát azonnal jó volt. Nekem az elsőt. Az első nagyon-nagyon jó volt, utána voltak ilyenek, hogy... És kaptál visszajelzést, hogy te is jó vagy? Tehát, hogy jó, tehát a csajnak is jó volt? Tehát, akkor te azt ügyesen csináltad. Másfél órán keresztül csak nyaltuk, faltuk egymást. Másfél órán keresztül. Az első csókolózás, az nekem összeborulva a parkba az egyik fa mellett. Te csukott szemmel romantikáztál, ő meg pedig nyitott szemmel nézte a fali óvót. Basszus! Elment a morán egyébként, hogy ilyen a személyen, a gyorsom is elment, a buszom is elment. Most mehetek, gyalogolni fogok 8 kilométert a vasútállomásig. Rohadt életben, hagyja már abban. Mert ez szeretni. Igen, érdekes dolog, ezt nem tanítják, ezt nem mondják el. Ez vagy van érzéked, és ügyes vagy, és jól csinálod, vagy örök életedre béna leszel, de szerintem ebben még csak olyan nagyon fejlődni se tudsz a visszajelzések alapján. Ez egy érzék. Annyira izgultam, hogy én próbáltam. Nekem volt akkor egy barátnőm, de Koleszba lakott egyébként, egy ilyen táncos csajszi volt. Ővel volt az első csók. És hát kezdtünk már így összemelegedni, még nem volt, mert itt házi bulival történt meg maga a csókolózás. De valakihez elkeveredtünk. De tudtam, hogy lesz valami, de hát mondom, felkészületlen nem megyünk. És akkor mindig szünetekben felhúztam így a kis... Hát megpróbáltam, hát a tapintást, a puhasságot, ami minden. Megnéztem, hogy fel vagyok a készülve az eseményre. És hát azon gondolkoztam, hogy azon, hogy nem gondoltam, hogy ez ennyire nyálas. Aha. Tehát, hogy valahogy úgy smárolt a csaj, mint a kölyök vizsgát. Igen. Tehát, hogy tehát a homlokom is, érted? Aha. A homlokom is nyálas lett. Kavartam én is, mindig kis gekkó, mentem balra jobb. Mindenhova, érted? De hogy az úgy megmarad az első csók, ha rossz, ha nem rossz, az megmarad. Balázsék a Rádió Egyen. Itt vagyunk, 9 perc van pontosan 10 óra. Úgy van. Így is van. Én a mai napig szarul csókolok, de úgy nyalok, hogy a csaj visítógatja hol. Na gyere te! De kis csók király! És nem csók király! Ja, nem csók király! Cici király! Cici király! Hát mindenkinek megvan a maga fét is. Jaj, gyerekek! Zsül, délután eljössz plázázni? Jött egy ilyen is, közben hívjuk a naphallgatóját. Zsülnek a sztoria óriási, a cápa filmben egy kertmoziba. Nagyon jó. Mindenkinek a sztoria jó, és mindenki egy emlékezett rá. Sanyi a kazános Annánál. A kazánfűtő. A Mátrai kis általános iskolában. Halló! Balázsék, jó reggel, ciao. Jó reggel, Balázsék, sziasztok! Az, mondtad. Igen, te vagy a naphallgatója, szia, hogy hívnak? Zoli vagyok, sziasztok! Zoli, de kár korán csörögtünk, lehet, hogy 52-kor korán van egy kicsit. Nem, én már úton vagyok, kamionsofőr vagyok, aztán itt járok az M0-áson. Egész reggel hallgattam a titeket, csak azt nem hallottam, amikor bemondtátok, amit írtam. Igen, nem mindig az a naphallgatója, akit bemondunk. Igen, te nagyon jót írtál. Kikérem magamnak a lopászót. Kétszer veszi meg mindenki. Egyszer észre, majd el. Igen, nagy klasszikus, igen. Szépen finomítottál. Igen, merre vezetsz, merre van az irány? M0-áson, Debrecenből megyek Keszthelyre. Már itt járok az M0-áson, aztán Keszthelyig meg se állok. Debrecenből Keszthelyre. Aha. Hát ez nem sok, egy 400-500 kilométer kamionnal az egész. De háromszor teszi meg egy nap. Nem tudom. Az komoly. Igen. Felpakolni. Igen. Na jó, hát jó utat, köszönjük, hogy minket hallgat. Szerettük az esemény. Köszönöm szépen én is. Jó utat. Ciao. Sziasztok. Szia. Hello. 80-nál előz. Ja, bocsánat. 82-vel. 82-vel. Igen, az a 80 vagy a 80 és 80. Hát az... Az és például a kamionosok itt a bevezetőn, az M7-esen, ugye fölbátorodnak, mert három sáv van. Uh-huh. És akkor ő alapból azt gondolja, hogy abból kettő az övéké. De a Kressz azt mondja, hogy nem is előzhet.
Hát nem is lehet. De ez azért szívás lehet. Azért neki gondol, de mész egy kétsávos autópályán, és valaki előtted áll a 75-re. Hmm. Te mennél egy 80-82-t, hát, okay, de én azt hiszem, hogy a Kressz azt mondja, hogy kamion nem előzhet. Nem is előzhet, plusz az előzés személyautóval is csak akkor kezdheted, ha ott is van egy minimál szám, hogyha 10 km/órával te többen mész, vagy valami ilyesmi. Fejben, hogy... Hát nem, de azt körülbelül látod. De a kamion hogy... előzhet autópályán? Elő effektíve elkezdheti, vagy tilos szerintem előzni? Nem. Szerintem sem. Tehát ő beáll egy 70-es mögé, akkor ő 70-nel kell, hogy nem. Menjen. Jó nagy kiszúrás velük. Én azt hiszem, hogy már minden előző kamion, hát te vagy most a legfrissebb Kresszből. De nem kamionból vizsgáztam. Hát de szerintem... tudom, ha motorral előző kamion között hajtasz át éppen a akkor kettő meghalsz. Igen, lehet ilyet, igen, igen, vagy nem. Két kamion. De nem tudom, de én azt hiszem, hogy nem is előzhetnek. Tehát, azt írják, hogy háromsávosnál lehet. Ott van kapaszkodó sávuk, ott van. Igen, ott lehet. De sima két sávon, mondjuk az M1-esen, nem tudom, Tatabánya felé, ott szerintem nem. Ami persze kiszúrás nyilván. Reggel 6-tól este 10-ig előzni tilosan az autópályán. Uh-huh. Ez nekik mekkora szívás, basszus. Beáll valaki tötymörögni 75-tel, nem? Autóúton és igen, autópályán csak két sávon tilos reggel 6 és este 10 között. Este 10-től 6-ig előzhet. Plusz a háromsávosan is előzhet. Aha, ez a hivatalos. Jó. Jó, de előznek a két sávoson is, tehát félreértés ne essék. Más idősávon az M7-esen érkeznek. Is. Én amikor délután megyek, néha beakadok lefelé, pedig ott csak két sáv van, nincs három. És ez honnan tudja eldönteni, hogy amikor előzésbe kezd, akkor ő mennyivel gyorsabb? Látja, hogy mennyivel megy előtte? De van, amikor csak ilyen 3-4 km/órával hát gyorsabb. Hát olyankor tart 30 kilométeren keresztül egy előzés, és visszatolódik a bakcsomópont. És igazából egyiket se tudod hibáztatni, mert a lassú az csak megy a maga tempójával, a gyorsabb meg csak egy kicsit gyorsabb szegény, de téged a világból kikerget. Jó, mondjuk, ha gyors hírű. Igen, de ez meg nem elvárható. Ez nem elvárható, hogy visszalassítson. Hogy 70. Figyelj, neki az egy emelkedőn, a visszalassítás. Az emelkedő nem, de azért tételezzük fel, hogy mondjuk az M7-esen közlekedsz. Igen? Van egy csomó hely, ahol nincs emelkedő, és ugyanezt csinálják. És én tudom, most az lesz, hogy mert akkor majd sokat fogyasztva vissza kell gyorsítani, de nem lenne korrekt a részetekről is, kedves kamionosok, hogy azt mondjátok, hogy oké, leveszem a lábam, vagy visszaveszem a tempomatot, mert nyilván azzal mentek. Kicsit lelassítok 65-re. És téged elenged. És pont nem engem a kamiont. Hát azt mondom, hogy téged, igen. Hát nem téged, te hülye, azt te itt ülsz, hát téged nem tudnak elengedni, hiszen egy rádiós stúdióban ülsz. Hú, de hülye vagyok, én azt hittem, hogy ott vagyok a kamion. De azt mondja, nem engem, hát én rá gondoltam, hanem, hogy téged. Azt hittem, hogy várjanak meg. Meg most itt vagy, de még nem vagyok. De mindjárt előzésbe kezdesz Tatabánya felé. Igen. De már számoljuk ki, tehát 5 km/órával gyorsabb. Igen. Az azt jelenti, hogy egy óra alatt 5 km-rel kevesebbet tesz meg. Az azt jelenti, hogy én 5 km-rel gyorsabb vagyok, akkor én 5 óra alatt 25 km-rel többet tudnék megtenni. Uh-huh. 8 óra alatt, az már nem tudom mennyi, 5-40, tehát egy műszak alatt én 40 km-rel többet haladok. Nem azért az nem kevés. Órás, de nem mész például egyben 8 akkor órát. Mennyit megyek? A 8 óra alatt nem tudom, mert nem tudom, hogy van a pihenő. Én sem tudom, hogy van a pihenő. Oké, 30 kilométer. De ez egy 40-es, 30-al 40-es-e kevesebb, igen. Én értem, csak közben meg gyakorlatilag közlekedhetetlen az autópálya. Na de gondold el, ez olyan, nek, persze közben meg nem tudsz előzni, meg nem tudsz haladni. Ez olyan, mintha mi úgy mehetnénk Balatonra, hogy nem előzhetnénk, és valaki beáll a 130-as autópályán 110-zel, és ott kéne mögötte tötymörögni. Valószínűleg én is megelőzném a tilos ellenére. Hát az agyad eldurran. Főleg mondjuk, ha mennek át más országokban. Megőrülsz. Megőrülsz. De én azt nem értem, hogy miért nem egy picit lelassítasz, beáll eléd, és aztán visszagyorsítasz. Ja, hogy miért nem engedik el. Aha, szerintem akkor ők ott egymás mellett az egy kicsi presztízs kérdést csinálnak. Én azt látom, hogy a lassabban közlekedő is azért megtolja ilyenkor kicsit. Nem? Észrevettétek? Hogy azért van a párhuzamos előzés, mert szegény gyorsít, 83-mal, de aki belül van, azt mondja, na. És 82-re föltolja, és te meg ott állsz kocsival, hogy most akkor mi van, srácok, döntsétek már el. De ez egyébként a személyautóknál ugyanígy megvan, hogy megy, végig megy egy fix sebességgel. És te elmennél mellette, és akkor ahogy gyorsítasz, akkor elkezd gyorsítani. Igen, csak ott ugye gyorsabban be tud sorolni, de itt meg kell előződ 50 métert egy 50 méteres kamionnál, nem tudom hány méter. És az például miért csinálja, aki téged megelőz, beáll eléd, és visszalassít a te tempódra. Igen, vannak ilyen nagy anomáliák. Megfejt, sose fogod meg. Tegnap jöttem az M7-esről, én nem tudom, hogy tegnap Bolondok háza volt. Cikáztak, mentek, nyomultak, a három sáv olyan volt, mint a Hungaroringen lettél volna. Amúgy ennyire azért nem fontos tankönyvet csomagolni. Dehogy én megértem, de hogy itt mi volt, vagy sztárban rohad mindenki, nem tudom mi volt. Mintha megőrültek volna. Életveszély volt az M7-es tegnap este. Amikor ilyen kontingensben jelennek meg, de csak így egy pillanatra, így egy fél perccel oda keverednek mellé, mondjuk öt hülye. De mindenki hülye. És akkor elmennek, és akkor utána nyugi van. Igen. Mindenki így kisimul. Megjön egy három hülye,
de egy egymás mögött, akik így versenyeznek, akik így cselekvőt is kérdezik, utána megint nyugi. Ebből egy én vagyok, én te tudom, de... Hát még igen. És kicsit lemaradva a Feri is csatlakoztam. Se húzunk mellett. Nem. Na jó van, gyerekek, holnap jövünk, jó puszi, mindenkinek vigyázzatok magatokra, szevasztok, csau. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.